A halász már öreg volt, kis csónakján egyedül halászott a tengeren, a golfáramlat mentén, s immár 84 napja, hogy nem fogott semmit. Eleinte 40 napig egy fiú is vele ment mindig. De aztán, hogy 40 napig nem fogtak semmit, a fiú szülei azt mondták, hogy az öreg most már igazán és végérvényesen szaláó, ami a legsúlyosabb szó a bal szerencsés emberre, úgyhogy a fiú a parancsukra ettől fogva egy másik hajóval ment halászni. És fogtak is mindjárt az első héten 3 nagy halat. A fiút elszomorította, hogy az öreg minden áldott nap üres csónakkal tér vissza, és le is ment mindig a partra, hogy segítsen neki hazavinni az orsókra göngyölt fonalait, vagy a csákjáját, szigonyát, és az árbolc köré csavargatott vitorláját. A vitorlát lisztes zsákokkal foltozták meg, és az árbolca tekergetve olyan volt, mint az örökös vereség lobogója. Sovány ösztövér ember volt az öreg halász, mély ráncok barázdálták a tarkóját. Ábrázata tele volt a jóindulatú bőrbetegség barna májfoltjaival, amit a forró övi tengervizéről visszaverődő napsugaraktól lehet kapni. Ezek a májfoltok végigfutottak arcának mind a két oldalán, a két kezén pedig mélyen bevágott sebhelyek, hegek látszottak, amiket a nagy, nehéz halaknak és a kötelekkel való bajlódásnak köszönhetett. Minden öreg volt rajta, csak a szeme nem. Mert a szemepárja vidám volt és törhetetlen, s olyan kék akár a tenger. Santiago, szólt hozzá a fiú, ahogy kaptattak föl a parton, ahová a kis csónakot kivontatták. Santiago, most újra mehetnék veled halászni. Kerestünk egy kis pénzt. Az öreg tanította meg a fiút halászni, és a fiú nagyon szerette őt. Nem, mondta az öreg. Szerencsés, ha jóra szegődtél, maradj csak velük. Tehát nem emlékszel, amikor egyszer 87 napig nem fogtál semmit, aztán utána 3 héten át minden nap nagy halakkal tértünk vissza. Emlékszem. Tudom, hogy nem azért hagytál el, mert nem bízol bennem. Apám akarta így. A gyereke vagyok. Szót kell fogadnom neki. Persze. Így is van rendjén. Apám könnyen elveszti a bizalmát. Könnyen. De mi nem veszítjük el, igaz-e? Igaz. Meghívnálak egy pohár sörre a kertvendéglőbe, ha elfogadod, utána aztán hazavihetjük a holmit. Miért ne fogadnám el? Halász emberek vagyunk mind a ketten. Beültek a kertvendéglőbe, s az idogáló halászok közül sokan bolondozni kezdtek az öreggel, de ő nem haragudott meg a csúfolódásért. Mások meg, az idősebbje csak nézték Santiagót elszomorodva. De nem mutatták, hogy szomorkodnak miatta, hanem tapintatosan csak a tengerről, az árról, a tartósnak látszó szép időről beszélgettek, meg arról, hogy milyen mélyre eresztették le horgaikat, s hogy mi mindent láttak. Santiago, szólalt meg a fiú. Tessék, mondta az öreg, a poharát szorongatta a kezében, és régi dolgokon járt az esze. Hosszú évekkel ezelőtt történt dolgokon. Kievezhetek, hogy fogjak neked Szardíniát holnapra? Nem, eredj bézbolozni. Még én is tudok evezni. Rogério pedig majd kiveti a hálót. Hadd menjek. Ha már nem halászhatok veled, szeretnék legalább valamiben a hasznodra lenni. Fizettél nekem egy pohár sört? Embernyi ember vagy már. Hány esztendős voltam, amikor először kivittél magaddal a hajón? 5. És kis hián ott vesztél, amikor túl korán emeltem be a halat, nem volt még elég fáradt, és majdnem összetörte az egész csónakot. Emlékszel? Mindenre emlékszem, amióta először magaddal vittél halászni. Az öreg ránézett a fiúra, napbardított arcáról, kék szeméből bizalom, szeretet sugárzott. Ha az én fiam volnál, vállalnám a kockázatot is magammal vinnélek. De hát az apád fia vagy meg az anyádé, és szerencsés hajóra kerültél. Foghatok neked Szardíniát? 4 jó csalétket is tudok szerezni, ha kell. Megmaradtak a mai csalétkeim. Elraktam őket besózva a ládámba. Hadd hozzak neked 4 frissebbet.
Elég lesz egy is, mondta az öreg halász. Soha nem adta fel a reményt, soha nem csüggett el azelőtt sem. De most olyan erővel támadt fel benne a bizakodás, mint ahogyan a könnyű parti szél szokott fölkerekedni. Hozok kettőt! Hát hozzál kettőt. De nem loptad őket, ugye? Szoktam azt is, de ezeket most vettem. Köszönöm, mondta az öreg. Merre felé mégy, Santiago? Kérdezte a fiú. Kimegyek messzire, ahonnét már vissza sem tudok jönni a szélfordulásakor. Kint szeretnék lenni még pirkadat előtt. Én meg majd megpróbálom rávenni őt, hogy menjünk ki mi is jó messzire. Aztán, ha horgodra akad valami igazán nagy hal, a segítségedre mehetünk majd. De ő nem szeret messzire kimenni. Nem, az igaz. De lesz-e elég erőd hozzá, ha igazán nagy halat kell majd kifognod? Lesz, táncsak. De mindenféle fogással is segített magán az ember. No, vigyük haza a cókmókot. Szóval ide adod a vetőhálót, és kimehetek Szardíniát fogni. Összeszedték a szerszámokat a csónakból. Az öreg vállára vette az árbócot, a fiú a faládát vitte, amiben az orsókra csévélt, erős fonású barna zsinegek voltak, meg a csákját és a nyeres szigonyt. A csalétkek ott maradtak a csónak farában egy dobozban, a bunkosbottal együtt, amivel a nagy halakat szokta elkábítani, amikor beemeli őket a csónakba. Nem lopta volna el senki az öreg halász holmiát. A vitorlát és a súlyos, vastag zsinegeket azonban okosabb volt hazavinni, mert ártott nekik a harmat, aztán meg, ám bár az öreg biztosan tudta, hogy a helybeliek közül senki sem nyúlna az ő jószágához, mégis úgy gondolta, hogy fölösleges kísértésbe hozni őket azzal, hogy otthagyja a csákját meg a szigonyt a csónakban. Végigmentek az országúton, odaértek az öreg halász kunyójához, s beléptek mind a ketten a nyitott ajtón. Az öreg neki támasztotta a falnak az árbócot a rágöngyölt vitorlával együtt, a fiú pedig letette mellé a ládát meg a többi szerszámot. Az árbóc majdnem olyan hosszú volt, mint a kis vityiló egyetlen szobája. A viskó, a guánónak nevezett óriáspálma erős, szívós pikkely páncéljaiból épült, s volt benne egy ágy, egy asztal, egy szék és a földes padon egy kis, faszénnel fűthető katlan, amin főzni lehetett. A kunyhó barna falán az egymás alapított erős, sűrű rostú guánó leveleken két színes kép lógott. Az egyik Jézus szent szívét ábrázolta, a másik pedig a kobrai Madonnát. A feleségéről maradtak az öregre ezek a képek. Valaha ott függött a falon az asszony kiszínezett fényképe is, de aztán utóbb mégis leszette, mert nagyon elhagyatottnak érezte magát, ha ránézett erre a fényképre, és most a kis polcon tartotta a sarokban a tiszta inge alatt. Van itthon ennivalót, Santiago? Van egy fazék barna rizs, meg hal hozzá. Kérsz egy kicsit? Nem, köszönöm, majd otthon ebédelek. Gyújtsak csak tüzet? Nem kell. Majd én megmelegítem később a rizsemet, vagy megeltem hidegen is. Elvihetem a vetőhálót? Elhát. A vetőháló már rég nem volt meg. A fiú emlékezett arra a napra is, amikor eladták. De azért rendületlenül eljátszották ezt a kis színházat minden délután. Rizses hal sem volt. Se fazék, se barna rizs. Ezt is tudta jól a fiú. 85. Ha, az szerencsés szám, szerencsét hoz, mondta az öreg. Mit szólnál hozzá, ha egy ötmázsásnál is nagyobb hallal jönnék haza holnap? Hát akkor elviszem a vetőhálót, és kimegyek Szardíniát fogni. Ülj ki az ajtóba addig a napra, jó? Jó. Van egy tegnapi újságom, majd elolvasom a baseball eredményeket. A fiú nem tudta, hogy ez a tegnapi újság valósága, vagy ez is csak kitalálás. Az öreg azonban csak ugyan előhúzta az ágya alól. Perikótól kaptam a bodegában. Visszajövök majd, ha fogtam elég Szardíniát. Beteszem jégre mind, és reggel majd megosztozunk rajta. Ha visszajöttem, elmesélheted majd nekem a baseball eredményeket, Santiago. Yankee csapat nem kaphat ki úgysem. No, a Clevelandi indiántól nagyon félek. Ne félj te a Yankee-t, fiam.
Bízhatsz bennük. Gondolj csak a nagy DiMaggiora. Én a detroiti tigristől is félek, meg a clevelandi indiántól is. A végén még majd a Cincinnatitől is félsz, a részbőrűtől, meg a chicagói fehérharisnyásoktól. Hát csak olvasd ki, aztán mondd majd el, ha visszajöttem. Ne vegyünk egy 85-ös számú sorsjegyet a következő húzásra. Holnap lesz a 85. nap. Megpróbálhatjuk. De hát a legnagyobb halfogásodat 87 nap után érted el egyszer, nem? Másodszor nem eshet meg az ember el ilyesmi. Mit gondolsz? Tudnál szerezni egy 85-ös számú sorsjegyet? Megrendelhetem. $2,5 kerül. Kitől kérhetnék kölcsön ennyi pénzt? Megszerzem könnyen. Akárkitől kapok kölcsön $2,5, ha kell. Talán én is kapnék, de nem akarok kölcsön kérni. Az ember kölcsönkéréssel kezdi, aztán koldulással folytatja. Vigyázz, meg ne fázál, Santiago! Ne felejtsd el, hogy már szeptember van. A nagy hal eljövetelének hónapja. Megyek Szardíniát fogni. Mire a fiú visszatért, a nap leszállt, és az öreg halász elaludt a széken. A fiú lehúzta az ágyról az ócska katonai pokrócot, s ráterítette a szék hátára és Santiago vállára. Különös vállak voltak ezek. Nagyon vének, de azért még erősek, izmosak, s a nyaka is erős volt Santiagónak, a mély ráncok pedig most, hogy elaludt és a mellére csuklott a feje, nem látszottak annyira a tarkóján. Az inge olyan toldott-foldott volt, akár csak a vitorlája, s a különböző foltokat különböző színűre fakította ki a nap. Az öreg halász arca hiába nagyon vén volt már, s ahogy így huny szemmel ült, egészen élettelennek látszott. Az újság a térdén feküdt kiterítve, s az esti szellőben a félkezes ujja volt a nehezék. Mezitláb üldögélt. A fiú megint otthagyta az öreget, s amikor visszajött, Santiago még mindig aludt. Ébredj, Santiago! Az öreg kinyitotta a szemét, és eltartott egy-két másodpercig, amíg felúcsúdott távoli utazásából. Aztán elmosolyodott. Mit hoztál? Vacsorát. Megvacsorázunk együtt. Nem vagyok nagyon éhes. Gyere, csak enned kell. Úgy nem lehet halászni, ha nem eszik az ember. Haláztam, ugye eleget, mondta az öreg. Feltápászkodott és összehajtogatta az újságját. Aztán a pokrócot kezdte összehajtogatni. Tarts csak magadon a pokrócot. Hát amíg én élek, addig nem fogsz úgy halászni, hogy ne egyél semmit. Hát akkor csak élj soká, és törődj a magad bajával. Mit vacsorázunk? Rist hoztam, fekete babot, sült banánt, meg egy kis pörköltet. A fiú a kert vendéglőből hozta a vacsorát egy kétrészes bádog ételhordóban. A külön-külön papírszalvétába csomagolt evőeszközöket, egy-egy kést, villát, kanalat a zsebéből szedte elő. Kitől kaptad mindezt? Martintól, a vendéglőstől. Akkor meg kell majd köszönnöm neki. Már én megköszöntem. Neked fölösleges megköszönni. Majd neki adom egy nagy hal hasahúsát legközelebb. Nem először küld nekünk vacsorát, ugye? Nem először. Akkor többet kell neki adnom, mint egy nagy hal hasahúsát. Nagyon figyelmes hozzánk. Hát vacsorázzunk. Már kértelek régen, hogy egyél, csak addig nem akartam kinyitni az ételhordót, amíg hozzá nem látsz. Most már hozzálátok. Csak meg kellett előbb mosakodnom. Vajon hol tudtál megmosakodni, gondolta magában a fiú. A falu víztartája 2 utcával lejjebb volt az országúton. Gondoskodnom kell róla, gondolta magában a fiú, hogy legyen itt neki mosdóvize, szappana, meg egy jó törölközője. Hogy is lehettem ilyen feledékeny? Egy másik inget is kell majd szereznem neki, meg egy kabátot télire, meg valami cipőfélét, és még egy pokrócot. Nagyszerű ez a pörkölt, mondta az öreg. Meséld el a baseball eredményeket, kérte a fiú. A Liga bajnokságban a Yankee vezet, ahogy előre megmondtam, felelte az öreg jókedvűen. Ma kikaptak, magyarázta a fiú.
Az nem számít. A nagy DiMaggio újra a régi. Igen ám, de mások is játszanak a csapatban. Na persze. De ő egymagában többet ér az egész csapatnál. A másik ligában pedig a Brooklyn és a Philadelphia közül én inkább a Brooklynra tippelek. Persze Dick Sisslerre gondolok, az ő hosszú labdáira ott a régi pályán. Nincs a világon párja. Életemben nem láttam olyan hosszú labdákat, mint az ő labdái. Emlékszel még azokra az időkre, amikor átjárt a kert vendéglőbe? Szerettem volna kivinni egyszer halászni, de sohasem mertem hívni. Aztán téged kértelek meg, hogy szólj neki, de te sem merted megkérni rá. Emlékszem, rosszul tettük, hogy nem szóltunk neki. Talán eljött volna velünk halászni. Azt aztán nem felejtettük volna el, amíg élünk. Szeretném egyszer elvinni halászni a nagy DiMaggiót. Azt beszélik, hogy halász volt az apja. Talán ugyanolyan szegény ember volt ő is, mint mi. Talán megértene bennünket. A nagy Sisler apja nem volt szegény ember soha életében, és amikor annyi idős volt, mint én, már játszott a nagy liga bajnokságokban, mármint az apja. Amikor olyan idős voltam, mint te, elszegődtem matróznak egy öreg vitorlás hajóra, hogy kijussak rajta Afrikába. Ott aztán esténként oroszlánokat láttam sétálni a parton. Tudom, már mesélted. Afrikáról meséljek, vagy a baseballról? Inkább a baseballról. Mesélj a nagy John J. McGraw-ról. Ő is eljött néha napján a kert vendéglőbe a régi időkben. De ha ivott, akkor mindig goromba volt, mocskos szájú, nem lehetett bírni vele. A lóverseny épp úgy érdekelte, mint a baseball. Legalábbis mindig tele volt a zsebe lóversenylistákkal, és sokat telefonálgatott a lovakról. Nagyszerű csapatkapitány volt. Apám azt tartja, hogy ő volt a legnagyobb csapatkapitány. Mert ő járt itt a legtöbbször. Ha Gyurölcsér továbbra is eljött volna hozzánk minden esztendőben, akkor az apád most őt tartaná a legnagyobb csapatkapitánynak. A legjobb halász pedig te vagy. Köszönöm, hogy ezt mondod. Örülök neki. Remélem, nem jön majd egyszer egy akkora nagy hal, hogy meghazudtoljon bennünket. Olyan hal nincs a világon, ha csak ugyan elég erős vagy még, mint ahogy mondod. Lehet, hogy nem vagyok már olyan erős, mint ahogy képzelem. De értek sok mindenféle fogáshoz, és van bennem kitartás. De most már le kell feküdnöd, hogy kipihenj magad reggelig. Majd én visszaviszem ezt a holmit a kert vendéglőbe. Hát akkor jó éjszakát. Reggel majd felébresztelek. Te vagy az én ébresztőórám, Santiago, mondta a fiú. Az én ébresztőórám pedig az öregség, mondta az öreg halász. Majd idejében felkeltelek. Nem akarom, hogy ő ébresszem fel, tudod. Olyan érzés, mintha alávaló lennék nála. Értem. Aludj jól, Santiago. A fiú elment. Az öreg halász levetette a nadrágját és lefeküdt aludni. Összegöngyölte a nadrágját vánkosnak, belerakta az újságot is. Magára csavarta a pokrócot, és elaludt. Álmában Afrikában járt, mint gyerekkorában. A hosszú, aranyszínű partokon, meg a fehér partokon, amelyek úgy fehér lettek, hogy káprázott tőlük az ember szeme, meg a nagy parti hegyfokokról álmodott, és a nagy, barna hegyekről. Ott járt mostanában ezen a tengerparton minden éjszaka, és álmában hallotta a bömbölő hullámverést, látta a hullámok taraján vágtató benszülött csónakokat. Álmában tisztán érezte a hajófedélzet kátrányi skenderkót szagát, érezte Afrika szagát, amit a reggeli szél hozott mindig a szárazföld felől. Rendszerint úgy volt, hogy amikor érezni kezdte a reggeli szélszagát, akkor felébredt, felkelt, felöltözött és elment fölkelteni a fiút. Ma éjjel azonban nagyon korán megérkezett a reggeli szélszaga, és álmában is tudta, hogy még túl korán van. Úgyhogy tovább álmodott a tengerből kiemelkedő szigetek fehérlő csúcsairól, később pedig a Kanári-szigetek mindenféle kikötőiről és horgonyzó helyeiről. Viharokról már sohasem álmodott.
se nőkről, se nagy eseményekről, se nagy halakról, se verekedésekről, se erőpróbákról, vetélkedésekről, se a feleségéről. Már csak tájakról álmodott, vidékekről, meg a tengerparton sétáló oroszlánokról. Az esti szürkületben úgy játszottak egymással ezek az oroszlánok, mint a kismacskák, és az öreg halász nagyon szerette őket, úgy, ahogy a fiút szerette. A fiúról azonban sohasem álmodott. Aztán csak felébredt, kinézett a nyitott ajtón, megnézte a holdat, kigöngyölte a nadrágját, aztán felhúzta. Kiment a kunyhó mellé vizelni, aztán felkapaszkodott az országúton, hogy felkeltse a fiút. Didergett a hajnali hidegben. De tudta, hogy egy-kettőre átmelegszik majd, és nem sokára eveszed. A ház ajtaja, ahol a fiú lakott, nem volt bezárva. Az öreg halász benyitott, és mezítláb, meztelen léptekkel bement. A fiú az első szobában aludt egy függő ágyban. A lemenőhold bevilágított rá, úgy, hogy az öreg tisztán látta az alvót. Szeliden megfogta a lábát, és nem eresztette el, amíg csak fel nem ébredt. Meg nem fordult, és rá nem nézett. Az öreg intett neki, s a fiú felemelte a nadrágját a mellette álló székről, és az ágyán ülve belebújt. Az öreg megindult kifelé a házból, a fiú pedig ment utána. Álmos volt még, s az öreg halász fél kezével átkarolta a vállát, és azt mondta neki. Sajnálom, fiam. Ezt meg kell tennie az embernek, mondta a fiú. Leballagtak az öreg halász kunyhójához. Az országúton véges végig mindenfelé mezitlábas emberek haladtak a hajnali sötétben, cipelték a csónakjuk árbócát a vállukon. Amikor odaértek a kunyhóhoz, a fiú megfogta a csákját, a szigonyt és a kosarat, amelyben a zsinek tekercsek voltak, az öreg halász pedig vállára vette az árbócot a rágöngyölt vitorlájával. Nem akarsz kávézni, Santiago? Kérdezte a fiú. Berakjuk a szerszámokat a hajóba, aztán elmegyünk kávézni. Volt egy hely a közelben, ahol kora hajnalban kávét árultak a halászoknak. Megitták a kávéjukat tejkonzerves dobozokból. Hogy aludtál, Santiago? Köszönöm, Manolin. Nagyon jól aludtam. Jó napom lesz, úgy érzem. Én is. Na de most elmegyek a Szardéniáért, a tiédet is hozom, meg az enyémet is, és a te friss csalétkeidet is. A mi hajónkra ő mindig maga viszi ki a szerszámokat. Senkit nem enged hozzányúlni, soha. Mi másfélék vagyunk, mondta az öreg halász. Én már 5 éves korodban rád bíztam a holmit, hagytam, hogy cipekedjél vele. Tudom, mondta a fiú. Mindjárt jövök. Igyál még egy kávét. Itt ihatunk hozomra is. Nekivágott a koralszikláknak, mezitlábasan a hűtőház felé, ahonnét el kellett hoznia a csaléteknek való kis halakat. Az öreg halász lassan iszogatta a kávéját. Nem lesz más étel a gyomrában egész nap, és tudta, hogy meg kell innia. Már jó ideje unta az evést, nem volt kedve hozzá, nem is vitt magával ebédet soha. Volt mindig egy üveg vize a csóna korrában, más nem is kellett neki estig. Megjött a fiú a szardíniákkal és az újságpapírba csomagolt 2 csalétekkel, aztán lementek a kisösvényen a csónakhoz. Érezték talpuk alatt a kavicsos homokot, megemelték a csónakot, és becsúsztatták a vízbe. Sok szerencsét, Santiago! Sok szerencsét, felelte az öreg. Beigazította az evezőket a kötélkarikákba, nekidült az evezőrudaknak, aztán evezni kezdett kifelé az öbölből a hajnali sötétségben. Másfelől is, más kikötőpartokról is indultak csónakok ki a tengerre, s az öreg halász hallotta az evezőik cuppogását és latcsanását, noha látni nem látta őket, mert a hold közben már lebukott a dombok mögé. Olykor-olykor nagy ritkán valaki mondott valamit egyik másik csónakon. De jobbára csak némán haladtak befelé a tengeren ezek a csónakok, és csak az evezők cuppogása hallatszott. Ahogy elhagyták a kikötő bejáratát, kezdtek szétszóródni, távolodni egymástól, és kikinek kivágott az óceánnak abba az irányba, amerre halászsákmányt remélt.
Az öreg halász tudta, hogy ma nagyon messzire kimegy a tengerre, és lassan elmaradt mögötte a száraz földszaga, és evezett kifelé rendületlenül, ki az óceán tiszta hajnali illata felé. Hallotta a vízből kiugró repülőhalak kis, rezzenő neszeit, és a merev szárnyok sziszegését, amint felszálltak és elrepültek a homályban. Nagyon szerette a repülőhalakat, hiszen ezek voltak a legjobb barátai itt kint a tengeren. A madarakat sajnálta, kivált az apró, törékeny, finom kis fekete halász madarakat, amelyek örökké csak röbdöstek és kémlelték a vizet, de jóformán soha nem leltek semmit. A madaraknak keservesebb a sorsuk, mint a miénk, gondolta, kivéve a ragadozó madarakat és a nagy, erős testűeket. Minek alkotott a természet ilyen kényes, szép, törékeny kis madarakat, mint például a tengeri fecske, ha az óceán olyan kegyetlenül viselkedik néha? Hiszen gyönyörű víz az óceán, kedves és szép, de komisz és irgalmatlan is tud lenni, és olyan váratlanul, hogy ezek a röpködő, halászó, vadászó, lelebukó madárkák bánatos kis hangjukkal nagyon gyöngék, nagyon törékenyek a tengerre. Ha a tengerre gondolt, mindig csak Lamarnak nevezte magában, mert aki szereti, az mindig így illeti, nőnemű szóval. Aki szereti a tengert, az ugyan sokszor szídja, elmondja mindennek, de ezt is csak úgy, mintha egy asszonyról beszélne. A fiatalabb halászok közt akad néhány, aki Elmárnak nevezi, vagyis hímnemű szóval. Úgy beszélnek a tengerről, mintha a vetélytársuk volna, vagy mintha valami földrajzi hely volna, vagy akár mintha az ellenségükről beszélnének. Az öreg Santiago azonban olyasminek fogta fel, ami nagy-nagy kegyeket osztogat vagy tagad meg, s ha néha el is követ rosszaságokat vagy zabolátlanságokat, nem tehet róla, mert olyan a természete. A hold változásai is úgy hatnak rá, mint az asszonyokra. Kitartóan, rendületlenül evezett, erőlködés nélkül, kényelmesen és egyenletesen haladt, mert a tenger síma volt, nem számítva imittam ott az áramlat törvényeit. A munka harmad részét rábízta az áramlatra, vitette magát vele, s ahogy pirkadni kezdett, látta, hogy már jóval messzebbre került a parttól, mint ahogy tervezte és remélte. Mielőtt még igazán kivilágosodott volna, már kivetette a horgait és sodortatta magát az árral. Az egyik horgot 40 ölmére eresztette le. A második 75 ölnyire volt. A harmadik és a negyedik horog pedig a csalétekkel 100, illetve 125 ölmélyen úszott a kék vízben. A csalétkek mind fejjel lefelé lógtak, ráhúzva és jó erősen rávarva, rákötözve a horog szárára, a horgok kiálló részei pedig, a görbületük meg a hegyük, friss szardiniákkal voltak teleaggatva. A fiútól két kis friss tonhalat kapott, vagyis albacorét, ezek a két legmélyebb horogról lógtak lefelé, mint a mérőon súlya, a másik két horogra pedig azt a nagy, kék csempészhalat és sárga jancsi halat akasztotta, amiket már előbb is használt csaléteknek, még jó állapotban voltak, és a remek szardíniák különben is jó szagot és vonzó erőt kölcsönöztek nekik. A jókora, ceruza vastagságú zsinórok mind rá voltak csavarintva egy-egy zöld fadarabra, amely rögtön lebukott a víz alá, mihelyt valami megrántotta vagy megérintette a horgot, és mindegyik zsinórhoz volt még két, 40 hosszú tartalékorsó, amelyeket hozzá lehetett erősíteni a többi tartalékorsóhoz, úgyhogy a halnak utána lehetett engedni, ha kellett, akár 300 zsinort is. Most hát a halász figyelte a kis csónak mellett úszó három fadarabot, hogy merülnek-e, s lassan evezgetett, ügyelve, hogy a zsinórok mindig függőlegesen lógjanak, és a horgok megtartsák megfelelő mélységüket a vízben. Már egészen kivilágosodott, a nap is mindjárt felkel. A kelő nap kibukkant a tengerből, s az első híg sugaraiban az öreg halász meglátta a többi csónakot. Messze, a vízhez lapulva, közel a parthoz, szétszóródva úsztak az áramlat széltében. Aztán feljebb hágott a nap, erősebben kezdett sütni, a verőfény ráesett a sima tengerre,
A víz visszatükrözte úgy, hogy a sugarak szúrták, bántották az öreg halász szemét. Nem nézett bele a napba, úgy evezett tovább. Lesütötte a szemét, a vizet nézte, a zsinórjait figyelte, amelyek nyílegyenesen, függőlegesen furták bele magukat a tenger sötétjébe. Santiago egyenesebben tudta tartani a zsinórjait, mint bárki más. Neki mindegyik horga pontosan ott várta az arra tévedő halat, a tenger sötét mélyének éppen azon a szintjén, ahol kellett, ahol ő akarta. Más halászok zsinórjait elelúztatta az ár, s a horguk sokszor csak 60 ölnyire volt, amikor azt képzelték, hogy 100 ölnyire van. Én, bezzeg, gondosan végzem a munkám. De hát hiába elhagyott már a szerencse. Ember ki tudja, talán éppen máma fordul a kocka. Új nap, új élet. Többet ér persze, ha szerencséje van az embernek. De én azért inkább pontosan végzem a munkám. Akkor aztán nem ér készületlenül, ha egyszer mégis rám mosolyog a szerencse. A nap most már 2 órával magasabban járt az égen, és nem fájdult meg annyira a szeme, ha a kelet felé nézett. Már csak 3 csónak látszott messze a part közelében, szorosan a vízhez lapulva. Egész életemben szúrta, rontotta a szememet a kora reggeli napsütés. De azért még mindig jól látok. Alkonyatkor bele tudok nézni egyenesen a napba, és nem fekededik el előttem a világ. Pedig délután nagyobb ereje van a napnak. De reggel nagyon megfájdítja az ember szemét. Hirtelen észrevette, hogy egy hosszú, fekete szárnyú fregatmadár körözik a feje fölött az égen. A madár villámgyorsan lebukott a vízre, hátra csapta a 2 szárnyát és lesiklott, aztán újra körözni kezdett. Talált valamit, mondta az öreg halász fenhangon. Nem csak keresgél. Lassan, egyenletesen evezni kezdett arra felé, amerre a madár körözött. Nem sietett, s ügyelt a horgaira is, hogy függőlegesen lógjanak. De most egy kicsit az árral sodródott, s jól lehet hibátlanul végezte a munkáját, gyorsabban haladt a csónakja, mint ahogyan haladt volna akkor, ha a madár segítsége nélkül halászik. A madár magasabbra szállt, és megint körözni kezdett, merev, mozdulatlan szárnyal. Aztán egyszerre csak lecsapott, és az öreg halász látta, ahogy repülő halak ugrálnak ki a vízből, és kétségbe esetten kezdenek menekülni a habok fölött. Delfinek, mondta az öreg halász hangosan. Nagy delfinek! Behúzta az evezőit, és előszedett egy kis zsinort a csónak orrából. Dróttal volt bélelve a zsinór, s egy közepes nagyságú horog volt rajta. Ráakasztotta az egyik szardiniát csaléteknek. Vízbe eresztette a zsinort, a másik végét pedig oda kötötte a csónak farán lévő kampóra. Aztán egy másik zsinóra is csalétket kötött, de azt ott hagyta összecsavarva a csónak orra alatt. Visszaült evezni, és figyelte a hosszú szárnyú, fekete madarat, amely most már egészen alacsonyan a víz színén halászott. Ahogy nézte, a madár hátrahúzott szárnyal megint lebukott, rácsapott a vízre, aztán vadszárnyverdeséssel űzőbe vette a repülő halakat. Santiago jól látta a víz enyhe domborulatát, a barázdát, amit a nagy delfinek szántottak, ahogy követték a menekülő halakat. A delfinek pontosan a repülő halak alatt szelték a vizet, és szélsebesen ott lesznek majd, ahol a halak végül visszaesnek a vízbe. Nézte, ahogy a repülő halak felfeldobták magukat újra meg újra, és ahogy a madár eredménytelenül csapdosott közöttük. Ez a rajfa képnél hagyott. Nagyon gyorsan haladnak, és már is messze vannak. De talán még elcsíphetek egy lemaradt delfint, és hát, ha itt lebzsel valahol körülöttük az én nagy halam, valahol itt kell lennie az én nagy halamnak. A partból már csak egy hosszú, zöld csík látszott a kékes szürke dombokkal mögötte, s a felhők úgy álltak össze a száraz föld felett, mintha a hegységek volnának. A tenger színe sötétkékre vált, olyan sötétkékre, hogy már-már lilának tűnt. Ahogy lenézett a vízbe, látta az algák rőtvörös szitálását a sötétségben, és a napsugarak furcsára vált fényét.
Figyelte a zsinórjait, hogy egyenesen lógjanak lefelé, amíg el nem tűnnek szem elől, s örült a sok vörös algának, mert ez azt jelentette, hogy jönnek a halak. Most, hogy a nap már magasabban járt az égen, a napsugarak furcsa fénye a vízben azt jelentette, hogy szép idő lesz, s ugyancsak ezt ígérte a felhők formája is a part fölött. Közben azonban a fregatmadár messze szállt, már alig volt látható, s a vízszínén sem látszott egyéb, mint imitamot egy-egy sárga folt, a napszitta szargasszumuszat sárga foltjai, meg egy portugál naszát féreg bíborvörös, mértanian szabályos, szivárványosan csillámló kocsonyás hólyagja, amely ott imbolygott közel a csónakjához. Az oldalára fordult, aztán megint kiegyenesedett. Vidáman libegett a vízben, mint egy buborék, vonszolván maga után a 4-5 arasznyi hosszú, bíborszínű, félelmetes bojtjait. Az öreg halász felnézett, és látta, hogy a fregatmadár már megint ott köröz a víz fölött. Halat talált. A vízszíne sima volt. Sehol nem ugrott ki belőle repülőhal, sem a törpehalak szana szétfutkosása nem látszott. De ahogy az öreg halász figyelt, egyszerre csak kiemelkedett a vízből egy kis tonhal, megfordult a levegőben és visszafejeselt. Ezüstösen csillant meg a kis tonhal a napsütésben, s ahogy visszapottyant a vízbe, újabbak és újabbak kezdtek kiugrálni mindenfelé. Itt is ott is locsantak, toccsantak, nagyokat szökelve üldözték a törpehalakat, hogy bekerítsék és elcsípjék őket. Ha nem mennek túl gyorsan, utolérem őket, gondolta az öreg, és nézte a rajt, ahogy fehér tajtékot vertek a tengeren, meg a madarat, amely most megint lecsapott a vakrémületükben felszínre úszó törpehalak közé. Nagy segítség nekem ez a madár. A csónak farához kötött zsinór ebben a pillanatban megfeszült a talpa alatt, ahol egy bogot kötött rá, s az öreg eleresztette az evezőket, és jól megfogta a zsinort, aztán húzni kezdte befelé. Érezte a kis tonhal remegő súlyát. A rángás fokozódott, ahogy húzta föl a halat, s mielőtt átlendítette volna a csónak oldalán, megcsillant a vízben a tonhal kék háta meg az oldalának aranypikkelyei. Már ott hevert a csónak farában tömören, mint egy kis ágyúgolyó, s a két nagy ostoba szemével bambán merett a napsütésbe, mi alatt csinos, szaporán mozgó farkának gyors, remegő csapásaival halálra döngölte magát a csónak deszkáin. Az öreg halász könyörületességből fejbevágta, aztán berúgta az ülés alá, ahol még mindig rángatózott. Nagyszerű csalétek lesz, van vagy 10 font. Már nem emlékezett, hogy mikor szokott rá erre a fennhangon való beszédre így egymagában. Régente mindig énekelt, ha egymagában volt, s abban az időben, mikor teknős békára halászott, vagy más halászbárkán virasztott egyedül a kormány mellett, sokszor éjszaka is énekelgetett. Talán akkor kezdett hangosan beszélni egymagában, amikor a fiú elhagyta. Valószínűleg akkor, de nem emlékezett rá. Ha a többiek hallanák, hogy hangosan beszélek itt magamban, azt hinnék, hogy elment az eszem. De hát nem ment el az eszem. Miért ne beszélnék át magamban? A gazdag embereknek meg rádiójuk van a hajójukon, hogy beszélgethessenek vele, és hogy elmondja nekik a baseball eredményeket. De most nem a baseballon kell jártatnom az eszem. Most csak egyetlen egy dologra szabad gondolnom. Arra az egyre, amire születtem. Lehet, hogy van itt egy nagy hal valahol a raj körül. Ahány hal csak látszik ma a felszínen, mind észak-keletnek úszik, és nagyon sebesen. Eljött volna végre a napja. Vagy csupán az időjárás változásának a jele mindez, valamiféle jel, amit én még nem ismerek. A part zöld szegélye már nem látszott innét, csak a kéklő dombok fehér csúcsai, olyan fehéren, mintha hósüveg fette volna őket, meg a felhők fölöttük, mint égre nyúló havasok. A tenger egészen sötétkék volt, s a fény itt-ott szivárványosan tört meg a vízben. Az algák milliónyi rőtvörös foltját most kioltotta a napsütés, a magasan járó nap,
s az öreg halász csak a nagy, mély szivárvány prizmákat látta lent a kék vízben, a mérföldnyi mélységű tengerben, ahová nyílegyenesen furták lefelé magukat a zsinórjai. A tonhalak újra eltűntek, lemerültek. A nap már forrón tűzött, az öreg halász érezte a perzselését a tarkóján, és érezte a hátán végigpergő veríték csöppek csiklandozását, ahogy evezett. Vitethetném magam az árral. Alhatnék egy kicsit, rácsavarinthatnám a lábujjamra a zsinort, hogy fölébresszenek el. De ma van a 85. napja, és ezen a napon becsületesen kell halásznom. Ahogy szemmel tartotta a zsinórjait, éppen ebben a pillanatban vette észre, hogy az egyiknek erősen elmerül a zöld fadarabja. Úgy van, úgy van. És azzal bevonta az evezőit csöndesen, hogy ne koppanjanak oda a csónakhoz. A zsinór után nyúlt, és óvatosan megfogta jobb kezének hüvely kis mutatóujjával. Nem érezte, hogy megfeszült volna, vagy hogy súly húzná lefelé. Gyöngéden tartotta a zsinort. Újra megrándult. Ezúttal tétován, próbálkozva, nem erős, súlyos mozdulattal, és Santiago pontosan tudta, hogy mi történik. Százölnyi mélyen lent a tengerben egy marlin eszegette le a horog hegyéről és kampójáról a szardíniákat, ahol a kézzel kovácsolt vashorog kiállt a kis tonhal fejéből. Az öreg halász finoman, puhán fogta a zsinort, s a bal kezével óvatosan leoldotta a fadarabról. Most már utána eresztheti az ujjai közt úgy, hogy a hal ne érezzen semmi feszítést, szorítást. Nagy hal lehet. Ilyen messze kint a tengeren, és ebben a hónapban nagyon nagy halnak kell lennie. Harapjál, halacskám! Eszegesd őket! Csak tessék, falatozzál! Frissek, finomak, te pedig 600 láb mélységben fagyoskodsz a sötét hideg vízben. Fordulj egyet, aztán gyere vissza, és eszegesd őket! Érezte a könnyű, gyöngét feszülést a zsinóron, aztán egy erélyesebb húzást, amikor az egyik szardínia a feje nyilván nem akart mindjárt leszakadni a horogról. Aztán megszűnt minden. Na gyerünk, gyerünk! Fordulj egyet, gyere vissza! Szagolj csak meg őket, hát nem finomak. Edd csak meg őket szépen, aztán még ott van a tonhal, az is finom, szép, kemény, hideg. Ne légy szégyellős, halacskám, falatozzál bátran! Tartotta a zsinórt a hüvelykujja és a mutatóujja közt. Várakozóan figyelt, figyelte a többi horgot is, mert lehet, hogy a hal közben feljebb úszik, vagy lejjebb. Aztán újra megrándult a zsinór, ugyanolyan könnyedén, mint az előbb. Ráharap! Istenem, add, hogy ráharapjon! Azonban mégsem harapott rá. Elment, és az öreg halász megint nem érzett semmit. Az nem lehet, hogy elmenjen. Uram Jézus, nem lehet, hogy elmenjen. Csak térül fordul egyet. Lehet, hogy egyszer már horogra harapott, és most valami rémlik neki. Aztán újra megérezte ujjai közt a könnyű rándulást, és nagyon megörült. Csak fordult egyet. Rá fog harapni. Boldog volt, hogy megint érzi a zsinór finom feszülését. Aztán egyszerre valami erős és hihetetlen súlyos húzást érzett. A hal súlya volt ez, s az öreg rögtön utána engedte a zsinort, amely futott, futott lefelé, s a két tartalékorsó közül az egyikről egészen letekerődött. Ahogy ment lefelé a zsinór, könnyedén csúszva az öreg halász ujjai közt, még mindig érezte rajta a hatalmas súlyt, pedig alig ért hozzá a hüvelyk és a mutató ujja. Mekkora hal! Most a szájába fogta féloldalt, és viszi lefelé. Aztán majd megfordul és lenyeli. Ezt már nem mondta ki hangosan, mert tudta, hogy ha az ember kimondja, amit nagyon szeretne, akkor könnyen füstbe mehet az egész. Tudta jól, hogy mekkora óriási nagy hal, és arra gondolta, hogy most úszik lefelé lent a homályban, szájában a keresztbe fogott tonhallal. Ekkor hirtelen érezte, hogy a hal megállt, de a súly még mindig húzta lefelé a zsinort. Aztán nehezedni kezdett a húzás, utána engedett hát a zsinórból. Bekapta. Na, most hadd nyelje le rendesen.
Hagyta, hogy az ujjai közt csúszson kifelé a zsinór, s közben lehajolt és a bal kezével hozzákötötte a két tartalékorsó szabad végét a szomszédhorog két tartalékorsójának hurokra kötött elejéhez. Most aztán már jöhetett a nagy hal. 3 40-öl hosszú felcsívélt tartalék zsinórja volt, nem számítva a negyedik orsót, amivel dolgozott. Nyeld le még jobban, nyeld le egészen. Nyeld le úgy, hogy a horoghegy átfúrja a szívedet, és öljön meg. Aztán gyere fel a felszínre szép szerével, hadd döfjen beléd a szigonyomat. Jól van, jól. Befejezted a falatozást? Jól laktál kedvedre? Hó! Mondta hangosan, és jól megrántotta a zsinort két kézre fogva. Húzott rajta vagy 4 araszt, aztán rángatta tovább, felváltva hol az egyik karjával, hol a másikkal, teljes erejéből nekifeszülve a kötélnek, s az ide-oda ingó testsúlyával is mindig ránehezedve. De semmire sem ment. A hal csak úszott tovább lassan, az öreg halász nem bírta feljebb húzni egy ujnyival sem. Erős volt a zsinórja, nagy, nehéz halaknak készült, s az öreg most átvetette a hátán, és húzta, amíg úgy megfeszült, hogy gyöngyöző kis vízcsöppek préselődtek ki belőle. Aztán a zsinór halk, csöndes, sziszegő hanggal kezdte súrolni a vizet, és az öreg csak fogta, fogta, neki támaszkodva az ülésnek és hátra dőlve, hogy megfeszítse jól. A csónak lassan megindult vele befelé a tengeren északnyugati irányban. A hal álhatatosan úszott, lassan hajóztak a csöndes vizeken. A többi horog még mind ki volt vetve, semmit sem lehetett azonban csinálni. Már csak itt volna velem a gyerek. Vontató kötérre fogtak. Engem vontat a hal. Oda köthetném a zsinort a csónakhoz. De akkor könnyen elszakíthatná. Tartanom kell, ahogy csak bírom, hogy utána engedhessek a zsinórból, ha minden áron kell neki. Hála Istennek csak előre úszik, és nem lefelé. Hogy mihez kezdek majd, ha arra szánja el magát, hogy lefelé úszon, azt még nem tudom. Hogy mit csinálok majd, ha lemerül a tengerfenekére, és megdöglik, még azt sem tudom. De hát valamit majd csak csinálok. Értek mindenféle fogáshoz. Beledült a hátán átvetett zsinórba, nézte, hogyan fut le rézsútosan a vízbe, figyelte a csónak egyenletes mozgását, ahogy haladtak csöndesen északnyugat felé. Ebbe belepusztul majd, ezt nem bírja örökké csinálni. De eltelt 4 óra, és a hal még mindig rendületlenül úszott befelé a tengeren, vontatva a csónakot, s az öreg még mindig szilárdan oda volt szögezve az üléshez a hátán átvetett kötéllel. Dél volt, mikor horogra akadt, és eddig még nem is láttam. A szalmakalapját erősen behúzta a homlokába, még mielőtt horogra akadt volna a hal, s a kalapszéle most nagyon vágta a homlokát. Szomjas is volt ráadásul. Leereszkedett hát a két térdére, és óvatosan, hogy meg ne rántsa a zsinort, előre nyomakodott a csónak orra felé, amennyire csak bírt, és félkézzel a vizes palackja után nyúlt. Kidugaszolta, és ivott 1-2 kortyot. Aztán pihent egy kicsit a csónak orrában. Leült a lefektetett árbócra és a rágöngyölt vitorlára, és igyekezett nem gondolni semmire, csak kitartani. Aztán hátra pillantott, és észrevette, hogy a szárazföld már eltűnt a szeme elől. Nem baj, ez nem számít. Este majd látszanak, ha vannak fényei, majd megmutatják nekem az utat. Napszálltáig még van 2 órán, s hát ha addigra feljön a hal. Ha pedig nem, akkor talán feljön a holddal együtt. Ha még akkor sem, hát talán virradatra feljön. Erősnek érzem magam, görcsöm sincs. Neki van horog a szájában, nem nekem. Hanem mekkora hal lehet, hogy így tud húzni. Biztosan szorosan összecsukta a száját, jól ráharapott a horogra. Bár csak láthatnám, csak legalább egyszer láthatnám, hogy tudjam, kivel van dolgom. A hal aznap éjjel szakadatlanul úszott egyenletes ütemben, és az irányát sem változtatta egész éjszaka, bár amennyire az öreg halász a csillagok állásából meg tudta állapítani. Ahogy a nap leszállt, leült a levegő,
s a fagyosra vált verítékcsöppek fölszáradtak Santiago hátán, két karján, két öreg lábszárán. A csalétkes dobozt borító zsákot még délben kiteregette a napra, hogy megszállítsa. Alkonyatkor a vállára kanyarintotta ezt a zsákot, úgy, hogy a hátán lógjon lefelé, aztán vigyázatosan a zsinór alá gyömöszölte, amely most a vállán volt átvetve. A zsákkal jól alápárnázta a zsinort, s annak is kitalálta a módját, hogy előre dőljön a csónak orra felé, szinte egészen kényelmesen. Semmit sem csinálhatok vele, és ő sem tehet velem semmit. Legalábbis addig nem, ameddig így bírja. Közben egy ízben felállt, a csónak oldalához lépett és belevizelt a tengerbe, aztán fölnézett a csillagokra, hogy ellenőrizze, milyen irányban halad a csónakja. A válláról lefutó zsinór olyannak tetszett a vízben, mint egy világító fénycsík. Hajon, hogy végződtek a nagy lígák mai mérkőzései? Tűnődött. Nagyszerű dolog volna, ha rádióval járhatnék halászni. Aztán ezt gondolta. Inkább máskor járjon a baseballon az eszed. Most azzal törődj, amit csinálsz. Nem szabad semmi butaságot csinálnod. Már csak itt volna velem a gyerek, hogy segítsen nekem, és hogy lássa ezt. Nem volna szabad egyedül maradnia az embernek öregségére. Hát hiába, ezen már nem lehet segíteni. El ne felejtsen megenni a tonhalat, mielőtt megromlik, hogy el ne gyöngüljek. Csak el ne felejtsem, hogy reggel majd meg kell ennem, még ha nem is kívánom. Csak el ne felejtsem. Éjszaka két delfin jött a csónak közelébe, s Santiago hallotta a fújtatásokat meg a bukfencezésük zaját. Tisztán meg tudta különböztetni a hím fújtatását a nőstény sóhajtó hangjától. Derék állatok, játszanak, bolondoznak és szeretik egymást. Testvéreink, ők is akár csak a repülőhalak. Aztán egyszerre sajnálni kezdte a nagy halat, amit fogott. Furcsa, nagyszerű hal. Isten tudja, hány esztendős lehet. Még soha életemben nem fogtam ilyen erős halat, s ilyen különösen nem viselkedett még egyik sem. Talán azért nem jön fel, mert okosabb annál. Pedig tönkre tehetne, ha feldobná magát, vagy ha neki íramodna vadul. De lehet, hogy már sokszor horogra akadt életében, és tudja, hogy így kell megküzdenie vele, csak így tud menekülni. Azt nem tudhatja, hogy ezúttal csak egyetlen egy emberrel áll szemben, és hogy ez is egy öreg ember. De mekkora nagy hal, s mennyit ér majd ez a piacon, ha jó a húsa? A csalétket úgy kapta be, mint egy hím, olyan erővel húz, mint egy hím, s a küzdelmesen fejveszett, rémült viaskodás. Szeretném tudni, van-e valamilyen terve, vagy ő is csak olyan elkeseredetten harcol, mint én. Eszébe jutott, hogy egyszer a horgára akadt egy marlin pár közül az egyik, a nőstény. A hím mindig előre engedi a nőstényt az eledelhez, s a horogra akadt hal a nőstény marlin vad, fejveszett kétségbe esett küzdelembe fogott, ami aztán egy-kettőre kimerítette az erejét, de a hímje végig, az egész idő alatt mellette maradt, úszkált ide-oda a zsinór alatt, körözött vele fent a felszínen. Olyan közel maradt, hogy az öreg halász attól félt, még majd elvágja a zsinort a farkával, mert a farkuk olyan éles, mint a kasza, s a formája és a nagysága is körülbelül olyasféle. Amikor az öreg megragadta a dörzspapír szélű hegyes csőrét, s megszigonyozta, és addig verte a fejét a bunkósbottal, amíg a színe egészen át nem változott, szinte olyanra, mint a tükrök hátlapja, és amikor a fiú segítségével felhúzták a csónakba, a hímje ott maradt mellettük, nem tágított a csónak oldala mellől. Aztán, amikor az öreg már a zsinórjait tisztogatta és a nagy szigont készítette elő, a hímhal feldobta magát magasra a levegőbe a csónak mellett, hogy megnézze, hová lett a nősténye, s utána alámerült mélyen, kiterjesztve levendula színű szárnyait, vagyis a melső uszonyait, s megcsillogtatva mind a széles, levendula színű csíkjait. Szép hal volt. Az öreg halász nem felejtette el. Gyönyörű volt.
nem tágított a másik mellől. Ennél szomorúbbat nem láttam a tengeren soha életemben. A fiú is szomorú volt. Kértük a Marlin bocsánatát, és rögtön végeztünk vele. Bárcsak itt volna velem a gyerek, mondta fennhangon. Neki támaszkodott a csónak orrában a legömböített deszkának, s a vállán átvetett zsinór feszülésén jól érezte a nagy hal erejét, ahogy rendületlenül úszott a kitűzött cél felé. Törbe csaltam. Kénytelen volt hát elhatározni magát valamire. Pedig az volt a szándéka, hogy lent marad a mély kék vízben, messze a csapdáktól, kelepcéktől, mindenféle álnokságtól. De nekem meg az volt a szándékom, hogy utána megyek, megkeresem. Éppen őt akartam megtalálni, senki mást a világon. Most aztán találkoztunk, és össze vagyunk boronálva szépen, már dél óta, és nincs senki, aki segítsen rajtunk. Egyikünknek sincs senkije. Talán nem kellett volna halásznak mennem. De hát, ha egyszer erre születtem, csak el ne felejtsem megenni a tonhalat virradat után. Már közeledett a hajnal, amikor az egyik hátra maradozó horogra valami ráharapott. Santiago hallotta, amint a fadarab ketté törik, és a zsinór gördülni kezdett lefelé a csónak korlátján át. A sötétben kihúzta tokjából a kését, a hal egész súlyát áttette a bal vállára, aztán hátrahajolt és elvágta a zsinort a csónak peremén. Aztán elvágta a keze ügyébe eső másik zsinort is, és a sötétben összekötötte a két orsó szabadon lógó végét. Ügyesen dolgozott félkézzel is. Az orsókat a talpával szorította le, hogy jó szorosra húzhassa a csomót. Most már 6 tartalékorsóra való zsinórja volt. A két horoghoz, amiket levágott, 2-2 orsó tartozott. A nagy hal horgához még 2, s mind a 6 össze volt kötve. Ha majd kivilágosodik, hátra megyek a 40-es horoghoz, és azt is levágom, s a tartalékorsóit annak is hozzácsatolom a többihez. Oda vész vagy 200 ölnyi jó katalán kordel zsinórom, meg a horgok, meg az olmok. De hát majd szerzek helyettük mást. De ki szerez nekem egy másik ilyen halat, ha valamelyik hátsó horgomra ráakad egy hal, és elvágja ennek a zsinórját? Nem tudom, miféle hal lehetett, amelyik az előbb bekapta a horgomat. Talán egy marlin volt, talán egy karthal, talán egy cápa. Nem is tudtam megtapintani a súlyát. Sietnem kellett, hogy gyorsan megszabaduljak tőle. Bárcsak itt volna velem a gyerek. De hát nincs itt veled a gyerek. Egyedül vagy, egészen egyedül. És okosabb lesz, ha mégsem törődöl a sötétséggel, hanem igyekszel minél előbb hátra jutni az utolsó horokhoz, hogy azt is levágd, és hogy összehurkold a 2 tartalékorsóját. Így is cselekedett. Nem ment könnyen a dolog a sötétben, s a hal egyszer csak szökött egy nagyot és felborította. Santiago elterült a csónakban, az arcára esett, és megsebezte magát a szeme alatt. Csurogni kezdett a vére lefelé az arcán, de megalvadt és elállt, mielőtt még az álláig ért volna. Visszatapogatódzott a csónak orrába, s leült neki dőlve a fának. Megigazította a vállán a zsákot, óvatosan odébb tologatta a zsinort, hogy a vállának egy másik részét nyomja, s mialatt a vállával tartotta kifeszítve, vigyázatosan megfogta, hogy kipróbálja a hal súlyát, aztán félkezét leeresztette a vízbe, hogy a csónak sebességét is megbecsülje. Hallod, te nagy hal, veled maradok, mint halálig. Ő is velem marad, gondolom. Tűnődött az öreg halász, és várta, hogy megvirradjon. Most hideg volt így hajnalhasadás előtt, s az öreg neki nyomta magát a csónak fájának, mert fázott. Én is bírom, ameddig ő bírja, gondolta. S ahogy földerengett az első fénysugár, látszani kezdett a zsinór folytatása, szinte nyúlni kezdett lassan kifelé, lefelé, be a vízbe.
A csónak egyenletesen haladt, s amikor a napkorong széle felbukkant az ég alján, Santiagónak a jobb vállára esett a fénye. Északnak úszik, mondta az öreg. Az áramlat biztosan messze kelet felé sodort már bennünket, gondolta. Bárcsak fordulna az ár irányába, ez azt jelenteni, hogy már elfáradt. Mikor a nap feljebb emelkedett az égen, az öreg rájött, hogy a hal nem fáradt még el. Csupán egyetlen egy jó jelet tapasztalt. A zsinór hajlása azt mutatta, hogy a hal már nem úszik olyan mélyen. Megpróbálta szorosabbra húzni a zsinort, de az már pattanásig megfeszült attól kezdve, hogy a hal horogra akadt. Lassacskán annyira, hogy éppen csak, hogy el nem szakadt, s amint hátrahajolt, hogy meghúzza, érezte a kőkemény merevségét, és tudta, hogy nem lehet már tovább feszíteni. Nem szabad ráncigálnom többi. Minden rántás csak tágítja a horog helyét, s aztán könnyen letépeti magát róla, ha a ficánkol egyet. Minden esetre jobban érzem magam, hogy süt a nap, és most kivételesen bele sem kell néznem. Sárga muszatok tapadtak rá a zsinórra, az öreg halász azonban tudta, hogy ez csak növeli a vontatás súlyát, és örült neki. A golfáramlat sárga muszata volt, ami éjszaka annyira foszforeszkált. Ide figyelj, te nagy hal! Szeretlek, tisztellek, becsüllek, de megöllek még ma, mielőtt leszáll a nap. Egy kismadár szállt a csónak felé északról. Énekes madárka volt, s egészen alacsonyan repült a víz fölött. Az öreg halász látta rajta, hogy nagyon kimerült. A madár leszállt a csónak farára, pihent egy kicsit. Aztán megkerülte röptében az öreg halász fejét, és leszállt a zsinórra, mert ott kényelmesebben tudott ülni. Hány esztendős vagy? Ez az első utad? Ahogy az öreg megszólalt, a madár ránézett. Még ahhoz is fáradt volt, hogy megvizsgálja a zsinort, s ahogy szorosan rákulcsolta a két finom, törékeny kis lábát, billegett rajta egy kicsit. Nem szakad le, mondta neki az öreg halász, hanem egy szélcsöndes éjszaka után nem kellene ilyen fáradtnak lenned. Mi lesz veletek, madarak? A karvajok, gondolta magában, azok majd kijönnek elébük a tengerre. Erről azonban nem szólt semmit a madárnak, hiszen úgysem értette volna meg. És úgyis megtanulja majd idejében, még túl korán is, hogy mifélék azok a karvajok. Pihent ki magad jól, kicsi madár, mondta. Aztán repülj ki a partra szerencsét próbálni, mint a többi madár, meg a többi hal, meg a többi ember. Sajnos nem vonhatom fel a vitorlát, hogy kivigyelek a partra ezzel a kis reggeli széllel, ami most kerekedik. Vendégem van ugyanis. Ebben a pillanatban a hal váratlanul nagyot lódult, és az öreg halász előre bukott a csónakorrába, sőt, beleesett volna a vízbe, ha idejében meg nem kapaszkodik, és utána nem engedi a zsinort. Amikor a zsinór megrándult, a madár felszállt, s az öreg halász észre sem vette, hogy elrepült. A jobb kezével óvatosan tapogatta a zsinort, és látta, hogy vérzik a keze. Úgy látszik, fáj neki valamilyen, mondta hangosan, s meghúzta a zsinort, hogy kipróbálja, meg tudja-e fordítani a halat. De amikor a zsinór megint pattanásig megfeszült, nem húzta tovább, hanem csak tartotta erősen, neki feszítve a hátát. Most már érzed, ugye? Mert én is érzem, bízisten érzem. Körülnézett, a madarat kereste, szerette volna, ha vele maradt, hogy elbeszélgethessenek. De a madár nem volt sehol. Hát nem fölsebezte a kezemet ez a nagy hal, ahogy így hirtelen rántott egyet rajtam. Erre ügyelnem kellett volna. Nem fog már az eszem, úgy látszik. Nagyon nehezen fog. De talán úgy eshetett, hogy ezt a kismadarat néztem, és vele törődtem. Inkább a munkámra figyelek hát ezután, s meg kell majd ennem a tonhalat is, nehogy elhagyjon az erőm. Bár csak itt volna velem a gyerek, meg egy kis só is kellene. A zsinór súlyát áttette a bal vállára, óvatosan letérdelt, és megmosta a kezét az óceánban.
Több mint egy percig így tartotta a kezét belelógatva a vízbe, nézte, hogy a kis vércsík, amit maga után húzott, hogyan oszlik szét, és érezte a víz egyenletes nyomását a kezén, ahogy a csónak haladt előre. Rossz helyen volt a vágás, a kezének azon a részén, amellyel fognia kellett. Tudta, hogy nagy szüksége lesz még a két kezére, mielőtt ezt a halászatot befejezi, s most, hogy még jóformán el sem kezdődött, nagyon bántotta a sebesülése. Na, mondta, hogy a keze megszáradt, most meg kell ennem a tonhalat. A csákjával elérem, és itt kényelmesen megeszegethetem. Letérdelt, a csákjával kipiszkálta a tonhalat a csónak farából, és odahúzta maga elé, ügyelve az orsóira. A zsinort megint a bal vállára vette, s a bal karjára támaszkodva, bal kezével fogóckodva, leszedte a tonhalat a csákja kampójáról, s a csákját visszatette a helyére. Féltérdével rátérdelt a halra, s a sötétvörös húsából hosszú csíkokat vágott ki a feje tövétől a farkáig. Ék alakú szeleteket vágott, a hal gerincénél kezdte és belenyesett egészen odáig, ahol a gyomra kezdődik. 6 ilyen szeletet kivágott belőle, aztán kiteregette mind a 6-ot a csónakorrában, megtörölte a kését a nadrágjában, s felemelte a bonító maradványait a farkánál fogva, és belehajította a vízbe. Nem bírom megenni az egészet, mondta, s beleszúrta a kését az egyik szeletbe. Érezte a vállán a zsinór nem lankadó, erős, kemény feszülését, s a bal kezébe hirtelen görcsált. Ujjai szorosan ráfonottak a nehéz kötérre. Bosszúsan nézte a kezét. Néféle kéz az ilyen. Görcsöt kap, amikor szükség volna rá. Csak görbülj, görbülj, mint a madárkarma. Azzal sem élsz semmit. Gyerünk, edd csak meg. Ettől majd visszatér az erő a kezedbe. Nem a kezed tehet róla, hogy görcsöt kapott. Már sok-sok órája, hogy itt van velem ez a hal. De velem maradok, ha kell, akár örökké is. Együtt csak meg ezt a bonítót. Felemelte az egyik szeretet, a szájába vette, és lassan rágni kezdte. Nem volt rossz ízű. Rágjuk csak meg jól. Hadd váljon vérré bennünk a leve. Jó volna hozzá egy kis citrom, vagy egy kis só. Hogy érzed magad, kezem? Eszem még egy kicsit a kedvedért. A hosszú szeletnek, amelyet ketté vágott, most megette a másik felét is. Gondosan rágta sokáig, aztán kiköpte a bőrét. No, hogy vagy, kezem? Vagy még korán kérdem? Bekapott még egy egész szeletet, és rágni kezdte. Jó, erős, teli vérhal volt. Szerencsém volt, hogy nem delfint fogtam helyette. A delfin húsa túl édes. Ez jóformán nem is édes, és mégis benne van az egész erő. Tulajdonképpen nem is érdemes mással törődni, csak a célszerűséggel. Jó volna egy kis só. És okosabb, ha megeszem az egészet, még ha nem is vagyok éhes, mert nem lehessen tudni, hogy amit meghagyok, az megszárad-e aztán a napon, vagy megrohad inkább. A nagyhal nyugton van, kitartóan úszik. Megeszem az egészet, akkor aztán elvetettem a gondját ennek is. Türelem, kezem, türelem! Miattad eszem ezt a halat? Bár csak megetethetném a nagyhalat is. Hiszen a testvérem. De hát meg kell őt ölnöm, s nem szabad elgyöngülnöm, hogy megbírjam ölni. Lassan, lelkiismeretesen mind megeszegette a hosszúkás szeleteket. Aztán kiegyenesedett, megtörülte a kezét a nadrágjában. Nya! Elereztheted a kötelet, kezem. Majd fél kézzel fogom őt addig, a jobb kezemmel tartom őt addig, amíg abba nem hagyod ezt a szamárságot. Bal lábával rálépett a nehéz kötére, amit eddig a bal kezével fogott, s hátradült, beledült a hátának feszülő zsinórba. Isten segítségével elmúlhatna már a görcs a kezemből, mert nem tudom, hogy mi a szándéka a halnak. Nadrágjához dörzsölte a görcsösen összegörbült ujjait,
próbálta lazítani őket, de nem akarództak szétnyílni. Talán majd a napsütéstől fölengednek. Talán majd, ha megemésztettem ezt az erős, nyers tonhalat, talán akkor majd fölengednek. Ha szükségem lesz a két kezemre, akkor úgyis szétnyitom az ujjaimat, lesz, ami lesz. De most még nem akarom erőszakkal szétfeszegetni őket, fölösleges. Csak hadd engedjen fel a görcs magától. Nyíljanak csak szét az ujjaim a saját jó szántukból. Végtére is elég rosszul bántam velük az éjszaka, amikor ki kellett szabadítani és össze kellett kötözni a különböző zsinórokat. Végig pillantott a tengeren, és ráeszmélt, hogy milyen egyedül van. A mély, sötétlő vízben látta a szivárványos fényfoltokat, az előre feszülő zsinort, meg a szélcsönd furcsa, ringatózó hullámait. Arra gondolt, hogy némely ember mennyire fél kint a tengeren a kis csónakban, ha már nem látja a partot. De igazuk is van, ha váratlan viharok hónapjaiban mennek ki messzire. Most azonban a nagy orkánok hónapjaiban jártak, és ilyenkor, ha éppen nincs orkán, olyan szép idő van, mint soha máskor. Ha orkán fenyeget, már napokkal előbb lehet látni a jeleit az égen, persze csak kint a tengeren. A partról nem látják, mert nem tudják, hogy mit kell nézni, gondolta. A partról különben is biztosan megváltozik a felhők formája. De hát most nem lesz szélvihar, nem közeledik orkán. Felnézett az égre, a fehér gomoly felhők úgy fonódtak össze, mint barátságos fagylalt halmocskák, fölöttük pedig magasan fent a fágyhol felhők áttetsző tollazata simult a kitárult szeptemberi égboltra. Gyönge kis bréza jön. Nekem szebb idő jár, mint neked, nagy hal. Mielőtt még észrevette volna, hogy a zsinór hajlása megváltozott a vízben, a jobb kezével kipróbálta a feszülését, hogy enyhülte kissé. Aztán megint beledült a kötélbe, s ahogy a merev bal kezét ütögetni kezdte a csípőjéhez szapora, erélyes csapkodással, hirtelen meglátta, hogy a zsinór lassan emelkedik, lassan hajlik fölfelé. Feljön! Siess, kezem! Gyerünk! Siess! Légy szíves! A zsinór lassan, egyenletesen emelkedett, aztán az óceán felszíne kipúposodott a csónak előtt, és a hal felbukkant. Jött, jött, emelkedett ki a tengerből, vége láthatatlanul, a két oldalán csurgott róla lefelé a víz. Csillogott a napfényben, a feje meg a háta sötét bíborvörös volt. A napsütésben látszottak a két oldalán a széles, halvány, levendula színű csíkok. Kartcsőre olyan nagy volt, mint egy bézbólütő, és hosszú, elvékonyodó formájú, mint a vívó töröké. Teljes nagyságában kiemelkedett a vízből, aztán símán, mint a búvár visszabukott, s az öreg halász látta, hogy a halfarkának nagy kaszapengéje is elmerül, és a zsinór kezd leperegni az orsóról. Nagy hal, gondolta, szép szerével kell megfékeznem. Ügyelnem kell, hogy meg ne tudja, milyen erős, se azt, hogy mire lenne képes, ha neki iramodnék. Ha neki lennék, most neki durálnám magam Isten igazában, és addig száguldanék, amíg valami el nem szakad. De hát a halak, hála Istennek, nem olyan értelmesek, mint mi, akik megöljük őket. Nem, bár sokkal nemesebbek és sokkal hasznavehetőbbek nálunk. Az öreg halász már sok nagy halat látott életében. Látott nem egyet, amelyik öt mázsánál is többet nyomott. Fogott is két ilyen nagy halat, de nem egyedül. Most egyedül volt. A part már rég nem látszott, s itt, messze kint a tengeren, hozzá volt kötözve a legnagyobb halhoz, amit életében látott. Olyan nagy halhoz, amilyenről még mesélni sem hallott. És a bal keze még mindig olyan merev volt, mint a saskesejű behúzott karma. De majd csak kiáll belőle a görcs, gondolta. Biztosan kiáll belőle a görcs, hogy segíthessen a jobb kezemnek. Hárman vannak testvérek, a hal, a jobb kezem, meg a bal kezem. Ki kell, hogy álljon bele a görcs. Nem is méltó hozzá ez a dolog. A hal lassított. Megint a szokott ütemben úszott.
Vajon miért vetette fel magát, tűnődött az öreg halász. Szinte azt hihetné az ember, hogy éppen csak meg akarta mutatni nekem, hogy mekkora nagy hal, azért vetette fel magát. Hát most már minden esetre tudom. Kényelmesen neki támaszkodott a faperemnek, tűrte nyugodtan a bajait, a hal pedig rendületlenül úszott, és a csónak csöndesen siklott előre a sötétlő vizeken. Keleti szél támadt, egy kicsit fölborzolta a tengert, s mire dél lett, az öreg halász kezéből kiállt a görcs. Nem vagyok vallásos ember, de azért elmondok 10 mi atyánkot és 10 üdvözlégy Máriát, hogy kifoghassam ezt a halat, és ha sikerül, elzarándokolok a kobrei madonnához, ezt is megfogadom. Becsületemre mondom. Belefogott az imádságokba gépiesen. Olyan fáradt volt, hogy néha elakadt, nem jutott eszébe az imák szövege, erre aztán hadarva mondta tovább, gépszerű gyorsasággal, hogy el ne akadhasson bennük. Az üdvözlégy könnyebb, mint a mi atyánk, gondolta magában. Üdvözlégy, Mária Manasztal, teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, is áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért most is halálunk órájára. Aztán még hozzátette. Boldogságos Szűz, imádkozzál ennek a halnak a haláláért, még ha ilyen nagyszerű, csodálatos hal is. Mikor befejezte az imáit, sokkal jobban érezte magát, jól lehet a fájdalmai nem csökkentek, sőt, talán még fokozódtak is egy kicsit. Neki dült a csónak orrának, és gépiesen mozgatni kezdte a bal keze ujjait. A nap most már forrón tűzött le rá, noha a könnyű szél lassan-lassan erősödött. Legokosabb lesz, ha megint kivetem azt a kis horgot a csónak farában. Ha a hal rászánja még ezt az éjszakát is, akkor újra ennem kell majd. Az üvegben sincs már sok víz. Nem hinném, hogy egyebet foghatnék, mint delfint. De ha elég frissen megeszem, akkor nem rossz ízű. Jó volna, ha ma éjszaka beugra a csónakomba egy repülőhal. De hát nincs lámpám, amivel csalogathatnám őket. A repülőhal húsa nagyszerű nyersen is, és fel sem kellene metélnem. Takarékoskodnom kell az erőmmel, ahogy csak tudok. Atyaüst! Nem tudtam, hogy ekkora nagy hal. Azért mégis megölöm. Hiába minden dicsősége és nagyszerűsége. Pedig ez nem igazság. De meg akarom mutatni neki, hogy mire képes az ember, és hogy mennyit tud elviselni az ember. Azt mondtam a fiúnak, hogy én nem akármilyen öreg ember vagyok. Hát most eljött az ideje, hogy bebizonyítsam. Hogy ezt már ezerszer is bebizonyította, az most nem számított semmit. Újra be kell bizonyítania. Előről kell kezdenie minden alkalommal, és ami elmúlt, arra sosem gondolt többi, ha cselekednie kellett. Jó volna, ha aludna egyet, és ha én is alhatnám, és álmodhatnék az oroszlánokról. Miért van az, hogy csak az oroszlánok maradtak meg az emlékezetemben? Á, de ne töprengj, öreg, ne törd a fejed. Most csak támaszkodj neki szépen a deszkának, és ne gondolj semmire. Elég, ha a hal fárasztja magát. Te minél kevesebbet fárazd magad. Már délutánra járt az idő, és a csónak még mindig ugyanolyan lassú, egyenletes ütemben haladt. A keleti szél azonban most egy kicsit megnehezítette a vontatást. Az öreg halász szelíden hajózott a csöndes tengeren, és a hátára feszülő kötél fájdalmas szorítását is enyhének, könnyűnek érezte. Délután egyszer megint emelkedni kezdett a zsinór. De a hal csupán feljebb jött egy kicsit, és ott úszott tovább. A nap Santiago bal karját, bal vállát, meg a hátát sütötte. Szóval a hal északról keletre fordult, gondolta. Most, hogy már látta a halat, maga elé tudta képzelni, amit úszik ott lent a vízben, bíborvörös melső uszonyait kiterjesztve, mintha szárnya volna, s ahogy a nagy, merev farka szeldeli, hasítja a sötét tengert.
A napsütés jó voltából, s mint hogy állandóan mozgatta az ujjait, a bal kezéből most már majdnem teljesen kiállt a görcs. Kezdett hát lassan egyre több munkát rábízni, s a hátizmait is megnyújtóztatta, hogy egy kicsit odébb táncoltassa a hátán a kötelet. Ha még mindig nem fáradtál el, te nagy hal, akkor igazán nem tudom, miféle fából faragtak. Santiago már nagyon fáradt volt, s tudta, hogy hamarosan leszáll az este, igyekezett hát másra gondolni. A nagy baseball ligákra gondolt, s tudta, hogy a New York-i Yankee csapat a detroiti Tigris ellen játszik. Vajon a nagy DiMaggio is kitartana annyi ideig ezzel a hallal, ameddig én ki fogok tartani? Egész biztos, hogy kitartana, már csak azért is, mert ő még fiatal és erős. Azon kívül az apja is halász volt. Mikor leszállt a nap, emlékezetébe idézte a régmúlt időket, hogy önbizalmat merítsen belőle, a kaszablankai csapszéket, ahol azt a karlenyomósdit játszotta a Cienfuegosból való nagy behemót négerrel, a kikötő legerősebb emberével. Egy álló nap és egy álló éjszaka viaskodtak, neki könyökölve az asztalnak egymással szemben, szorosan összekulcsolt kézzel, felemelt karral, könyökükkel a kréta vonalon. Mindegyik a másik karját igyekezett lenyomni az asztallapjára. Fogadásokat kötöttek rájuk, jöttek-mentek az emberek a helyiségben a petróleum lámpák alatt, s Santiago nézte a néger karját, a néger kezét, néztek szembe egymással. Az első 8 óra után 4 óránként váltották a döntőbírákat, hogy a leváltottak alhassanak. Kiserkent a vér a körmük alól, az ő kezén is, meg a néger kezén is. Farkas szemet néztek egymással. Nézték a másik karját. Az esélyek folyton váltakoztak egész éjszaka. A négert rummal itatták, cigarettára gyújtottak neki. A néger aztán a rumozás után ember fölötti erőfeszítésbe fogott, és az öreg halászt, aki akkor még nem volt öreg halász, hanem Santiago a bajnok, egyszer sikerült majdnem 3 ujnyival lenyomnia. Santiago azonban újra visszanyomta a kezét a holtpontra. Most már biztosra vette, hogy legyőzi a négert, aki egyébként pompás fickó volt és nagyszerű atléta. Virradóra aztán, amikor a fogadók már azt akarták, hogy mondják ki a döntetlent, s a bíró rázta a fejét, Santiago összeszedte minden erejét, és addig nyomta lefelé a néger kezét, amíg le nem szorította egészen az asztallapjára. Utána még néhányszor kiállt ezzel-azzal, de azután abba hagyta. Meg volt róla győződve, hogy úgyis mindenkit megverne, bárki emberfiát, ha nagyon akarná. És az volt a véleménye, hogy a halászat szempontjából nem tesz jót a jobb karjának ez a sok erőltetés. Próbaképpen gyakorolni kezdte a dolgot a bal kezével. A bal keze azonban világ életében hűtlenül cserben hagyta. Sosem volt hajlandó elvégezni a rábízott feladatot, úgyhogy Santiago nem is bízott benne. A nap majd most jól kiszívja belőle a nyavaját. Nem görcsösödik meg nekem még egyszer, ha csak nagyon hidegne nem fordul az éjszaka. Kíváncsi vagyok, hogy mit hoz ez a mai éjszaka. Egy repülőgép szállt el a feje fölött útban Miami felé, és az öreg nézte, ahogy a gép árnyéka feliesztette a repülőhalak rajait. Ahol ennyi sok repülőhal van, itt delfinnek is kell lennie. Hátradőlt, a hátával meghúzta a zsinort, hogy kipróbálja, engede már valamicskét a nagyhal. De nem engedett. A zsinór kőkemény maradt, és vízcseppeket gyöngyözött magából, ami azt jelentette, hogy a következő pillanatban esetleg már megpattan. A csónak csöndesen haladt előre. Santiago nézte a repülőgépet, amíg csak el nem tűnt a szeme elől. Éppen mielőtt besötétedett volna, ahogy elhaladtak egy nagy Sargasso-moszat sziget mellett, amely úgy apaddagadt, úgy ringot rengett a békés vizen, mintha az óceán szerelmeskednék valakivel egy sárga paplan alatt, a kis horgára ráakadt egy delfin. Akkor látta csak meg, amikor a delfin feldobta magát a vízből, színarany csillogásan a hanyatló nap utolsó sugaraiban, szilajon hajladozva, csapkodva, ficánkolva a levegőben. Újra meg újra felugrott, ismételgette félelmének légtornász mutatványait. Az öreg halász pedig visszaügyeskedte magát a csónakfarába, lekuporodott, jobb kezével és a jobb karján tartotta a nagy kötelet, s a bal kezével kezdte behúzni a delfint.
mesztelen baltalpával mindig rálépett a behúzott zsinór darabra. Mikor a delfin a csónak farához ért, és ott vergődött, ficánkolt, dobálta magát kétségbe esetten egyik oldaláról a másikra, az öreg kihajolt a csónakból, és beemelte a hajó farába. A delfin szaporán tátogott, harabdálta a horgot, s a fejével, farkával, hosszú lapos testével döngölte a csónak fenekét, amíg Santiago rá nem csapott bunkós botjával a fejére. A delfin megborzongott, és mozdulatlanul elnyúlt. Az öreg halász kiszedte belőle a horgot, egy másik szardíniát akasztott rá a horogra, és újból kivetette. Aztán lassan visszaküzdötte magát a csónak orrába, megmosta a bal kezét, beletörülte a nadrágjába. Áttette a nehéz zsinort jobb kezéből a bal kezébe, aztán megmosta a jobb kezét is a tengerben, s közben nézte a lebukó napot, ahogy alámerült az óceánban. Nézte a nagy zsinort, amint lefut a vízbe. Összekötözöm a két evezőt a csónak farában, ez majd lelassítja őt éjszakára. Ezt az éjszakát még bírja vígan, de én is bírom. Okosabb lesz egy kicsit később kibelezni a delfint, hogy megmaradjon a vére. Majd később megcsinálom ezt is, és egyúttal az evezőket is összekötözöm féknek. Megszárogatta a kezét a levegőben, aztán megmarkolta a zsinort, kényelembe helyezkedett, amennyire csak lehetett, hátrahúzatta magát a csónak orrába, amíg neki nem tudott támaszkodni a faperemnek úgy, hogy a csónak átvette tőle a teher felét, vagy talán még többet is. Beletanulok lassacskán, legalábbis ebbe a részébe beletanulok. És azt se felejtsük el, hogy nem evett semmit, amióta ráment a horogra, pedig óriási nagy hal, sok táplálékra van szüksége. Én megettem az egész bonítót. Holnap megeszem a delfint. Talán ennem kellene belőle egy kicsit akkor is, amikor majd megtisztogatom. Közben beesteledett, mert szeptemberben már gyorsan sötétedik napszállat után. Nekidült a csónak orrának a vásott faperemnek, és iparkodott pihentetni minden tagját, amennyire csak lehetett. Már feljöttek az első csillagok. Nem sokára feljönnek mind a többiek is, és ott legelésznek majd fölötte az égen az ő távoli jó barátai. Ez a hal is jó barátom. Ilyen csodálatos halat még soha életemben nem láttam. Ilyenről még nem is hallottam. Mégis meg kell ölnöm. Örülök, hogy nem kell azon igyekeznünk, hogy megöljük a csillagokat. Mi volna, ha az embernek naponta azon kellene igyekeznie, hogy megölje a holdat? A hold elszökik, elbújdosik. De képzeljük csak el, mi volna, ha az embernek minden nap azzal kellene vesződnie, hogy megölje a napot? Igazán szerencsénk van. Aztán sajnálni kezdte a nagy halat, hogy nincs mit ennie. De akármennyire is sajnálta, egy pillanatra sem ingott meg az elhatározásában, hogy megöli. Hány ember lakik majd jól belőle? Vajon megérdemlik, hogy ehessenek belőle? Dehogy érdemlik meg. Dehogy érdemlik. Pihent vagy két órát, legalábbis ő ennyi időnek becsülte. A hold már későn kelt, úgyhogy semmiből sem tudta megítélni, hogy mennyi idő telt el. De a pihenése sem volt igazi pihenés, csak viszonylagos. A hal súlya még mindig a vállát nyomta, de a bal kezét feltette a csónak peremére, és az ellenállást, a hal féken tartását egyre jobban rábízta magára a csónakra. Milyen könnyű volna, ha egyszerűen megkötném a zsinort, csak hogy akkor akármilyen apró kis rántással eltépedni. A testemmel kell kipárnáznom a kötél feszülését, és szakadatlanul készenlétben kell lennem, hogy utána engedhessek a zsinórból két kézzel. Az ám, de egy szikrát sem aludtál, öreg. Elmúlt egy fél nap meg egy éjszaka, aztán most még egy nap is nem aludtál semmit. Ki kell fundálnod a módját, hogy alhassál egy kicsit, amíg nyugton van és egyenletesen halad. Ha nem alszol, akkor könnyen zavarossá válhatik a fejed. Elég tiszta még a fejem. Nagyon is tiszta. Olyan tiszta, mint a csillagok fénye, akik a testvéreim.
azért mégis aludnom kell egy kicsit. Ők is alszanak, a csillagok meg a nap és a hold is alszik. Sőt, néha még az óceán is alszik bizonyos napokon, amikor megszűnik az áramlat is. Egészen síma a víztükre. De ne feledkezzünk majd meg az alvásról. Rá kell szánnom magam, és ki kell eszelnem valamiféle egyszerű és biztos módszert a zsinórokkal. Most pedig gyerünk hátra, és intézzük el a delfint. Ha aludnom is kell, akkor nagyon veszedelmes odakötni az evezőket nehezéknek. Ki bírnám alvás nélkül? De az is nagyon kockázatos volna. Elindult visszafelé a csónak farába négy kézláb, gondosan ügyelve, hogy meg ne rántsa a halat. Bal kezével leszorította a vállára a kötelet, s a jobb kezével kihúzta a kését a tokjából. A csillagok már fényesen ragyogtak, úgyhogy tisztán látta a delfint. Beledöfte a kést a fejébe, s kihúzta az ülés alól. Fél lábával rálépett, aztán gyorsan felhasította a farka aljától az alsó állkapcsáig. Letette a kést, jobb kezével kibelezte a delfint, kitisztogatta alaposan. Két repülőhal volt benne. Mind a kettő friss volt és kemény. Lerakta őket egymás mellé, a belet pedig behajította a tengerbe. A delfin hideg volt, és a csillagfénynél most beteges, szürkés-fehér színűnek látszott. Az öreg halász rátette lábát a delfin fejére, és lenyúzta az egyik oldalát. Aztán megfordította és lenyúzta a másik oldalát, majd mind a két feléről levágta a húst a fejétől a farkáig. A maradékot kidobta a csónakból, és utána nézett, hogy örvénylik-e valahol a víz. De csak a csontok lassú elmerülése fénylett a vízben. Megfordult, a kését visszadugta a tokjába. Na, essünk túl a delfin evésen, aztán pihenjünk, és próbáljunk aludni egy kicsit. Az egyre hűvösödő éjszakában a csillagok alatt nekifogott a delfinnek, s meg is ette az egyik szelet felét, meg az egyik repülőhalat. Milyen felséges étel a delfin rendesen megsütve, és milyen nyomorúságos így nyersen. Soha többé nem ülök csónakba só vagy citrom nélkül. Ha lett volna egy kis eszem, vizet fröcskölök a csónak orrába egész nap. Szépen rászáradt volna, és most összevakarhatnék magamnak egy kis sót. Az ugyanúgy a delfin csak este felé fogta, majdnem alkonyatkor. Mégis hiba volt, gondolnom kellett volna rá előre. De egész jól elrágtam, és nem is émelygek tőle. Kelet felől kezdett beborulni az ég, és az ismerős csillagok egymás után kialudtak. Most olyan volt, mintha nagy felhők meredek hegyszorosába ért volna, s a szél is elállt. 3-4 nap múlva itt a rossz idő. De ma éjszaka még nem, se holnap. Na, helyezkedj el, öreg, és próbálj egy kicsit aludni, amíg a hal nyugtomban is egyenletesen húz. Jobb kezében szorosan fogta a kötelet, aztán felhúzta a combját a jobb kezéhez, és teljes súlyával ránehezedett a csónak padlatára. A zsinort egy kicsit lejjebb tolta a vállán, és a bal kezét nekifeszítette. Jobb kézzel bírom tartani, ha a ballal kifeszítem. Ha álmomban elernyedne a jobb kezem, a bal majd fölébreszt, amikor a zsinór kiszabadul és csúszni kezd. Szegény jobb kezem, neki rossz sora van. De hát ő már megszokta a gyötrelmeket. Ha csak egy fél órát is tudok aludni, vagy akár csak 20 percet, az is jó. Összehúzockodva ráfeküdt a kötélre, az egész test súlyába rányomta magát a jobb kezére, s már aludt is. Nem oroszlánokról álmodott, hanem az oroszlánok helyett egy nagy csapat delfinről, amelyek 8-10 mérföld hosszú rajban úsztak, és éppen a párzási idejük volt. Nagyokat ugrottak a levegőbe, és ugyanoda estek vissza a parti vízben, ahonnét felugrottak. Később azt álmodta, hogy a kunyhójában alszik a faluban, és északi szél fúj, és nagyon fázik, és a jobb karja egészen elzsibbadt, mert a vánkos helyett a jobb karjára tette a fejét. Aztán álmodni kezdett a hosszú, sárga parti fövenyről, és látta, ahogy a korai szürkületben lejött a partra az első oroszlán,
és jöttek utána a többiek is, mind, ő pedig a hajóról nézte, amely otthorgonzott a könnyű esti ellenszélben, állát a hajór peremének támasztotta, és várta, hogy jön-e még több oroszlán. És nagyon jól érezte magát. A hold közben már rég feljött, de Santiago csak aludt tovább. A hal kitartóan húzta a csónakot, és hajóztak lassan a felhők alá egy nagy felhő alagútba. Arra riadt fel, hogy a jobb keze egy nagyot rándul. Az ökle az arcához verődik, és a zsinór fut kifelé a kezéből, égeti, horzsolja a tenyerét. A bal kezével hamarjában tehetetlen volt, a jobbal azonban teljes erejéből fékezni kezdte a zsinort, amely sebesen pergett lefelé. Végül aztán sikerült megtalálni a bal kezével a zsinort, s beledült úgy, hogy most a hátát és a bal tenyerét égette, dörzsölte. Most a bal keze tartotta az egész súlyt, fájt is nagyon, vágta a kötél. Hátrafordult, megnézte az orsókat. Simán pergett le róluk a zsinór. Ebben a pillanatban a hal feldobta magát a levegőbe. Nagyot csobbant a tenger, aztán egy még nagyobb csattanással visszaesett a vízbe. Aztán újra feldobta magát, újra meg újra, s a csónak nagy sebességgel haladt előre, noha a zsinór még egyre futott lefelé, és az öreg halász teljes erejéből fékezte. Addig feszítette mindig, amíg kénytelen nem volt utána engedni, hogy meg ne pattanjon. Arcra bukva hasalt szorosan a csónak orrában, az arca belenyugodott a felmetélt delfin szeletekbe, és moccani sem bírt. Erre vártunk mostanáig. Nézzünk hát szembe vele. Dolgoztassuk meg a zsinórért. Dolgoztassuk csak meg érte. Látni nem látta a hal szökelléseit, csak hallotta a víz csobbanásait és a nagy loccsanásokat, ahogy mindig visszazuhant. A sebesen sikló zsinór nagyon vágta a kezét, de hát tudta előre, hogy ez következik majd. Igyekezett a tenyere kérges részével fogni a zsinórt, s ügyelt, hogy ne csúszson be egészen a markába, se az ujjait ne horzsolja nagyon. Ha itt volna a fiú, meglocsolhatná az orsókat. Azám, ha itt volna a gyerek. A zsinór futott lefelé, fogyott, egyre fogyott, de most már kezdett lassulni, s az öreg jól megdolgoztatta a halat minden újnyi zsinórért. Aztán felemelte a fejét a deszkáról és a felvagdalt delfinből, amit az arcával egészen szétnyomott. Feltérdelt, majd lassan feltápászkodott, talpra állt. A zsinórt még mindig engedte, de egyre lassabban és lassabban. Santiago hátrált az orsók felé, hogy a lábával megtapogassa a tekercseket, amelyeket a sötétben nem látott. Még bőven volt zsinór az orsókon, a hal pedig most már vonszolhatja a vízben a sok lepergett új zsinort is. Bizony! Azon felül legalább 10-15-ször feldobta magát, úgyhogy a gerince mentén mind megteltek levegővel a hólyagjai. És most már nem tud leúszni mélyre, ha meg akar halni, nem tud leúszni olyan mélyre, hogy fel ne tudjam hozni. Nem sokára körözni kezd majd, és akkor neki kell gyűrköznem. Az öreg halász most a bal kezével és a vállával tartotta a zsinort. Legugolt, és vizet merített a jobb tenyerébe, hogy lemossa az arcáról a ráragadt delfinszafatokat. Attól félt, hogy émeg is fogja el, hányni fog és elgyengül tőle. Megtisztogatta az arcát, megmosta a vízben a jobb kezét, aztán csak lógatta tovább a sós tengervízbe a csónak oldalánál, és közben figyelte a hajnal első derengését, ami megelőzi a napkeltét. Amikor úgy gondolta, hogy most már elég sokáig lógatta a kezét a tengerbe, kihúzta a vízből és megnézte. Tűrhető, s ha fáját annyi baj legyen, azzal nem törődik az ember. Óvatosan megfogta a kötelet, úgy, hogy lehetőleg ne érjen sehol a frissebb helyekhez, aztán testsúlyát úgy igazította, hogy a csónak másik oldalánál most a bal kezét lógathassa bele a vízbe. Harmadszor kelt fel a nap, mióta tengerre szállt, éppen harmadszor kelt fel, amikor a hal elkezdett körözni. A zsinór rejtésén még nem látta, hogy a hal már körözik. Ehhez még korán volt. Csak annyit érzett, hogy a zsinór feszülése alig észrevehetően enyhült, s a jobb kezével óvatosan húzni kezdte. A zsinór megfeszült, ahogy szokott. De amikor olyan szorosra vált, hogy már majdnem megpattant, egyszerre csak megindult fölfelé.
Santiago kibújt alól a vállával, és lassan, óvatosan, egyenletesen húzni kezdte. Mind a két kezével dolgozott, ide-oda lendülve, és igyekezett minél jobban felhasználni a húzásra a testét és a két lábát is, beleadta az egész testsúlyát a lendületbe. A vállával és a két öreg lábán hintázott ide-oda, úgy húzta a zsinort. Aztán megakadt a zsinór, nem jött tovább, s az öreg tartotta, amíg vízcsöppecskék nem préselődtek ki belőle a napfényben. Ekkor megindult visszafelé, és az öreg halász letérdelt, s hagyta, hogy valamennyire visszacsúszon a sötétlő vízbe. A kör túlsó oldalán jár most. Fognom kell, amennyire csak bírom. Ha mindig beljebb húzom, egyre szűkülnek majd a körei. Egy óra múlva talán már fel is bukkan. Előbb ki kell választanom, aztán meg kell majd ölnöm. De a hal még két órával később is nyugodtan körözött, az öreg halász pedig csupa veríték volt, és el volt csigázva kegyetlenül. Azonban a hal már sokkal rövidebb köröket írt le, és a zsinór ferdüléséből látszott, hogy egyre feljebb jött, egyre közelebb úszott a felszínhez. Santiagónak egy órán keresztül fekete foltok táncoltak a szeme előtt, és a sós veríték csípte a szemét, csípte a horzsolásokat a szeme fölött meg a homlokán. A fekete foltoktól nem ijedt meg. Ez természetes tünet volt, ha az ember ilyen erővel húzza a kötelet. Kétszer azonban az történt vele, hogy szédülni kezdett, és rosszul étfogta el, és ez már inkább aggasztotta. Nem pusztulhatok el, nem szabad csődöt mondanom, amikor egy ilyen halam van. Istenem, segíts, hogy kibírjam, ha már egyszer ilyen szépen haladunk vele. Elmondok majd 100 miatyánkot és 100 üdvözlégyet, de most nem tudom elmondani. Hirtelen egy éles ütődést és a rándulást érzett a két kezében tartott zsinóron. Kemény, koppanó, nehéz ütés volt. Az olmot csapkodja a kardjával. Ennek is meg kell lennie. Ez elkerülhetetlen. Csak attól félek, hogy ettől esetleg megint feldobja majd magát, pedig azt szeretném, ha most szépen tovább körözne. Az előbb kellett, hogy feldobja magát, a levegő miatt. De most már minden újabb ugrás csak tágíthat a horog helyén, és akkor könnyen elszabadulhat a horogról. A hal még néhányszor rácsapott az ólomra, s valahányszor rándított egyet a fejével, az öreg halász utána engedett neki egy kicsit a zsinórból. Nem akarom, hogy jobban fájjon neki. Ami nekem fáj, az nem fontos. Én tudok uralkodni magamon, de őt megvadíthatja a fájdalma. Egy kis idő múlva aztán a hal abba hagyta az ólom csapdosását, és újra körözni kezdett lassan. Santiago most már egyre több zsinort tudott behúzni. De megint rosszul létfogta el. Bal kezével vizet merített a tengerből, és a homlokára locsolta. Aztán a fejét is jól meglocsolta, és dörzsölgetni kezdte a tarkóját. Nincs görcsöm. Nem sokára feljön a hal. Ezt még kibírom. Ki kell bírnom. Kár is beszélni róla. Neki térdelt a csónak orrának, és egy percre megint a hátára vette a kötelet. Pihenek addig, amíg megteszi a kör túlsó felét, s amikor majd visszakanyarodik, akkor újra felállok, és neki gyürkőzöm. Nagy kísértés fogta el, hogy tovább pihenjen a csónak orrában, és hagyja alatt egy kört megtenni magában, anélkül, hogy rövidebbre húzná a zsinort. Amikor azonban érezte a zsinór lazulásán, hogy a hal megfordult és a csónak felé úszik, mégis feltápászkodott és nekifogott az ide-oda lengő, hintázgató kötélhúzásnak, és be is vonta mind a zsinort, amennyit csak lehetett. Ilyen fáradt, még soha életemben nem voltam. Megindult a passzát szél is. De hát ez jó lesz majd arra, hogy hazavigyen bennünket. A passzát szél nagyon kell. Csak dolgozzál, te nagy hal, megfoglak egy-kettőre. A tenger elég hullámos lett, de ez a szél jó időt jelentett, és különben is szüksége volt rá, hogy hazavigye majd őket. A harmadik forduló után pillantotta meg a halat. Először csak a sötét árnyékát látta elúszni a csónak alatt, és ez olyan sokáig tartott, hogy el sem akarta hinni. Nem lehet ilyen hosszú. Nem lehet ilyen nagy.
De hát a hal ilyen nagy volt csak ugyan, s amikor ennek a körnek a végén feljött a felszínre, 30 jarnyira sem volt a csónaktól, és Santiago látta a farkát kibukkanni a vízből. Nagyobb volt a farka, mint egy jó nagy kasza, és a sötétkék víz fölött egészen halvány levendula színben csillogott. Gereb észte a vizet maga mögött. A hal közvetlenül a felszín alatt úszott, úgyhogy az öreg halász jól látta az óriási testét, meg a bíborvörös csíkjait, amelyek körül övezték. A hátuszonya le volt csapva, hatalmas melső uszonyait viszont szélesre tárta. A hal szemét is látta az öreg halász ebben a fordulóban, meg a két szürke gályahalat, amelyek körülötte úszkáltak. Hol hozzátapadtak, hol eliramodtak megint, hol kényelmesen úsztak az árnyékában. 3-4 araszos volt mind a kettő, s ha gyorsan úsztak, úgy suhogtatták, kígyóztatták az egész testüket, mint az angolna. Az öreg halászról csurgatta veríték, de nem csak a napsütéstől. A hal higgadtan, nyugodtan fordult mindig egyet-egyet, s az öreg ilyenkor egyre beljebb húzta a zsinort, és biztosra vette, hogy két újabb forduló után alkalma adódik majd rá, hogy beledöfi a szigonyát. De közelről kell elérnem, egészen közelről, minél közelebbről, a szívét kell eltalálnom. A következő fordulónál a hal háta már kim volt a vízből, csak egy kicsit még messze úszott a csónaktól. Az utána következő fordulónál még mindig messze volt, noha a háta már jobban kiállt a vízből, s az öreg halász biztosra vette, hogy maga mellé tudja húzni, ha még egy kicsit rövidebbre fogja a zsinort. Tarts meg lábam, ne hagyj el fejem, ne hagyj el, még sosem hagytál el, most ide húzom. Hallod-e, te nagy hal? Úgyis meg kell halnod, hát engem is meg akarsz ölni. Így semmire sem megyünk. Most kell ide húznom a csónak mellé. Már nem sok fordulót bírok, már nem sokáig bírom. Dehogy is nem. Bírod te örökké. Megölsz, te hal. De hát jogod van hozzá. Még soha életemben nem láttam nálad szebb, nálad nagyobb, nálad nyugodalmasabb, nálad nemesebb jószágot, testvérem. Gyere, ölj meg, bánom is én, hogy melyikünk öli meg a másikat. Mind a kétszer közel volt ahhoz, hogy összeessen. Nem értem. De hát még egyszer megpróbálom azért. Keservesen neki gyürkőzött, összeszedte a maradék erejét, a rég elszállt büszkeségét. Mindent latba vetve a halátus haját vívó nagyhal ellen, és sikerült odahúznia a csónak mellé. Oldalvást fordulva ott úszott mellette csöndesen a hal. Kardcsőre szinte súrolta a csónak falát. Aztán nekiindult, hogy elússzon mellőle, hosszú, vastag, széles testével ezüstösen, bíborvörös csíkjaival, vége láthatatlanul a nagy vízben. Az öreg halász ledobta a zsinort és rálépett, felemelte a szigonyt, amilyen magasra csak tudta, s lesújtott vele teljes erejéből, belevágta a hal oldalába közvetlenül a nagy melluszonya alatt, amely előre állt a levegőbe, magasan az emberi melmagasságában. Érezte, ahogy a vas beledöfődik a halba, és ránehezedett, beljebb nyomta, aztán egész testsúlyával még egyet lökött rajta. A halálra sebzett hal most megmozdult, felélénkült, kiemelkedett a vízből magasra, teljes hosszában és szélességében, teljes hatalmasságában és szépségében megmutatta magát. Aztán visszazuhant a tengerbe akkora locsanással, hogy végigöntözte az öreg halászt meg az egész csónakot. Az öreg halász szédült, émelgett, rosszul létkörnyékezte és alig látott, de azért behúzta a szigony kötelét. Lassan csúsztatta hát a nyirkos, sebes két kezén, s ahogy a látása kitisztult, látta, hogy a hal a hátára fordult, ezüstös hasát mutatja az ég felé. A szigonyszára ferdén állt ki a hal vállából, a szívéből csorgó vér pedig vörösre festette körös körül a tengert. Most meg kell csinálnom a hurkokat, és a kötéllel a csónak oldalához kell kötöznöm.
Még ha ketten lennénk is, és elárasztanánk vízzel a csónakot, hogy rá tudjuk emelni, és aztán kimernénk belőle a vizet, ez a kis csónak akkor sem bírná. Elő kell készítenem mindent. Aztán ide kell húznom, és jól a csónakhoz kell kötöznöm őt. Aztán fel kell állítanom az árbócot, és kifeszítenem a vitorlát, hogy hazahajózzunk. Ivott egy kis kortyot az üvegből. Felnézett az égre, aztán ránézett a halra, a marlinjára. Gondosan megnézte a nap állását. Nem sokkal múlt dél. A passzát szél pedig erősödik. A zsinórok most nem fontosak. A fiúval együtt majd szétbogozzuk őket, ha otthon leszünk. Na gyere, te nagy hal! A hal azonban nem jött. Csak egy helyben himbálódzott a vizen, és az öreg halász odahúzta magát csónakostól a halhoz. Amikor egy vonalba került vele, s a hal feje a csónak orránál volt, nem akart hinni a szemének. Nem akarta elhinni, hogy csak ugyan ekkora nagy hal. De aztán leoldotta a szigony kötelét a kampóról, áthúzta a hal kopoltyúján, ki a száján, rácsavarta egyszer a kard csőrére, majd átfűzte a másik kopoltyúján, még egyszer rácsavarintotta a csőrére, összecsomózta a dupla kötelet, és odaerősítette a csónak kampójához. Azután elvágta a kötelet, és hátrament, hogy hurkot kössön a hal farkára. A hal eredeti ezüstös bíborvörös színe most ezüstre változott, s a csíkjai ugyanolyan halvány ibolya színűek voltak, mint a farka. Akkora ez a hal, hogy biztosan megvan, vagy 7,5 mázsa. Talán még annál is több. A fontját 30 centjével számítjuk, és ha csak a kétharmada marad is meg tiszta súlynak, mennyit tudok vele keresni? Ehhez már ceruza kellene. Ennyire azért nem tiszta a fejem, hogy ezt kiszámítsam. De ma azt hiszem, a nagy DiMaggio is büszke volna rám. Oda kötözte a halat a csónak farához, orrához és a középső üléséhez. Olyan nagy volt, hogy úgy festett, mintha a csónakot kötötte volna oda egy sokkal nagyobb csónakhoz. Levágott egy darabot a zsinórból, és felkötötte vele a hal alsó állkapcsát a kard csőréhez, hogy ki ne nyíljon a szája útközben, és minél zavartalanabbul vitorlázhassanak hazafelé. Aztán felállította az árbócot, a vitorlarúddal és a csákjával felszerelte a foltozott vitorlát. A vitorla rögtön dagadni kezdett, és a csónak megindult. Santiago félig hanyatt dőlt a csónak farában, így hajóztak délnyugat felé. Nem volt szükség iránytűre, anélkül is tudta, hogy merre van délnyugat. Elég volt érezni a passzát szél irányát és a vitorla feszülését. Legokosabb lesz, ha kivetek egy kis zsinóron egy merítőhálót, és megpróbálok fogni magamnak valami ennivalót, és a szomjamat elverni valami nedvességgel. De nem talált merítőhálót, a szardíniái pedig már megromlottak. Így hát a csákjával odahúzott magának egy kitépet csomót a sárga golfmoszatból, ahogy elhaladtak mellette, s az apró kis tengeri rákokat kirázta belőle a csónak fenekére. Több mint egy tucatot szedett így össze, úgy ficánkoltak és ugrándoztak a deszkán, mint a szöcskék. Az öreg halász a hüvelyk ujjával és a mutató ujjával lecsippentette a fejüket, s eszegetni kezdte őket, kiköpdösve a páncéljukat meg a farkukat. Nagyon parányiak voltak, de tudta, hogy táplálóak, és az ízük is jó volt. Még 2 italra való vize volt a palackban, s amikor megette a rákokat, az egyik adag víz felét kiitta rá. A csónak szépen haladt, ha tekintetbe vesszük a nehézségeit, s az öreg Santiago a hóna alá szorított kormányruddal kormányzott. Látta a nagy halat, és csak rá kellett néznie a kezére, vagy oda kellett nyomnia a hátát a csónak fájához, hogy arról is megbizonyosodjék, mindez valóban megtörtént, és nem álom. A keze hamar gyógyul az embernek. Jól kimostam a sebeket. A sós víz majd meggyógyítja. A golfáramlat sötét víz a legjobb gyógyszer, ami csak kapható. Most már nincs egyéb dolgom, csak arra kell ügyelnem, hogy tiszta maradjon a fejem. Ha,
Vajon ő visz engem hazafelé, vagy én viszem őt? Hát csak vigyen ő engem, ha ahhoz van kedve. Én csak a csalafintaság árán vagyok külön nála. Ő soha nem akart nekem ártani. Jól haladtak. Az öreg halász áztatgatta a kezét a sós vízben, és iparkodott ügyelni rá, hogy ne zavarodjanak össze a gondolatai. Az égen magasan úsztak a gomoly felhők, és elég fátyol felhő is látszott fölöttük, amiből az öreg halász tudhatta, hogy a szél nem áll el reggelig. Minduntalan a hal felé pillantott. Meg akar győződni róla, hogy valóság. Egy óra múlva érte utol őket az első cápa. A cápa nem véletlenül akadt rájuk. A mély vízből jött fel, amikor a sötét vértócsa leülepedett, és szétoszlott a tengerfelekén egy mérföld mélységben. Olyan sebesen jött fel, és annyira elővigyázatosság nélkül, hogy egyszerre csak kibukkant a kék vízből a napsütésre. Aztán visszamerült a tengerbe, szimatot fogott és úszni kezdett abba az irányba, amerre a csónak és a hal elvitorlázott. Néha-néha elvesztette a nyomot, de mindig újra rátalált, vagy csak vaktában, de sebesen, erélyesen úszott a csónak irányába. Amikor az öreg halász meglátta messziről, tisztában volt vele, hogy ez a cápa nem fél semmitől a világon, és pontosan azt fogja tenni, amihez kedve van. Előszedte át a szigonyát, megkötötte a kötelet, s közben figyelte a cápa közeledését. Nem bírom megakadályozni, hogy belemarjon, de talán oda tudok vágni neki egyet. Rossz napod lesz, inkább ne is szült volna az anyád. A cápa sebesen közeledett a csónak farához, és amikor rácsapott a halra, az öreg halász látta a kitátott száját, a két furcsa szemét, hallotta a fogainak csattanását, ahogy közvetlenül a hal farka fölött beleharapott a húsba. A cápa feje kiállt a vízből, a háta is felbukkant. A nagy hal bőre is húsa recsegett a foga alatt, amikor az öreg halász lesújtott a szigonnyal a cápa fejére, arra a pontra, ahol a két szemét összekötő vonal keresztezi az orrának egyenesen hátrafelé meghosszabbított vonalát. Persze ezek a vonalak nem léteztek, csak a cápa nagy hupikék feje létezett, a két nagy szeme, meg a csattogó, támadó, mindent felfaló állkapcsai. Az agyveleje azonban ott volt, azon a ponton, s az öreg halász eltalálta. A cápa átfordult a másik oldalára, tekeredett egyet maga körül. Az öreg halász látta, hogy a szemében kialudt az élet, aztán még egyet perdült a tengelye körül, duplán is magára hurkolva a kötelet. Az öreg halász tudta, hogy megdöglött. A cápa azonban nem akarta tudomásul venni a dolgot. A hátán fekve, fogait csattogtatva, vadul csapkodni kezdte a vizet a farkával, és megindult, mint egy motorcsónak. A víz fehér tajtékot vetett, ahol a farkával korbácsolta. Testének háromnegyed része kiemelkedett belőle, és a kötél megfeszült, végig remegett, és hirtelen elszakadt. A cápa egy darabig csöndesen lebegett a víz színén, és az öreg halász nézte. Aztán nagyon lassan süllyedni kezdett. Kiharapott belőle vagy 40 fontot. Elvitte a szigonyomat is, és az összes kötelet. S a halam most megint vérzik. Jönnek majd rá a többiek. De megöltem a cápát, amelyik belemarta a halamba. Túl szép volna, ha kitartott volna a szerencsém. Most már inkább azt kívánom, bár csak álom lett volna az egész, ne fogtam volna soha ezt a nagy halat. Feküdnék inkább otthon az újságpapírokkal bélelt ágyamon egymagamban. De hát az ember nem arra született, hogy legyőzzék. Az embert el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni. Sajnálom, hogy megöltem ezt a halat. Ami most következik, az nem lesz mulatság. És ráadásul a szigonyom is odaveszett. Ne töprengj, öreg! Vitorlász tovább hazafelé, és nézz szembe a dolgokkal, ha rákerül a sor. De hát gondolkoznom kell. Mert nem maradt egyebem csak a gondolkozás. A gondolkozás, meg a baseball.
Vajon mit szólt volna hozzá a nagy DiMaggio, ahogy eltaláltam az agyvelejét, ha? Ember semmiség az egész, akárki eltalálta volna. Vidámabb dolgokon törd a fejed, öreg. Hazafelé vitorlázol, percről percek közelebb kerülsz a szigethez. 40 fonttal könnyebbek lettetek, azzal is gyorsabban haladsz. Nagyon jól tudta, hogy nagyjából mi történhetik majd, mihelyt az áramlat túlsó szélére érnek. De egyelőre semmit sem tehetett. Dehogy nem. Már is tehetek valamit. Rákötözhetem a késemet az egyik evező lapátjára. Rá is kötözte, hón alá szorítva a kormányrodat és a talpával lefogva a vitorla kötelét. Na, ugye, öregnek még mindig öreg vagyok, de most már legalább van fegyverem. A szél megint erőre kapott, sebesen vitte őket a vitorlájuk. A halnak csak az előső felét nézte, és feltámadt benne egy kicsit a reménykedés. Szamárság feladni a reményt. Azon kívül bűn is, azt hiszem. Most ne törd a fejed azon, hogy mi a bűn. Elég gondod, bajod van bűn nélkül is. Különben sem értesz hozzá. Nem értek hozzá. Nem tudom, mi a bűn, és abban sem vagyok biztos, hogy hiszek-e benne egyáltalán. Lehet, hogy bűn volt megölni ezt a halat. Még ha azért öltem is meg, hogy eltartsam magam, és ennivalót szerezzek egy csomó embernek, még akkor is bűn volt szerintem. De hát minden bűn, minden a világon. Nem csak azért öltem meg a halat, hogy kenyerem legyen, és hogy eladjam eleségnek. A dicsőségért öltem meg, és azért, mert halász vagyok. De szerettem, amíg élt, és azután is szerettem. Ha szeretjük, akkor nem bűn megölni. Vagy csak annál nagyobb bűn. De különben is. Valami módon minden megöl mindent. A halászat például, amennyire eltart és kenyeret ad nekem, annyira meg is öl. De a fiú, az semennyire sem öl meg. Nem szabad becsapnom magamat. Kihajolt a csónakból, és kiszedett egy darabot a hal húsából, ahol a cápa belemart. Rágni kezdte. Jó minőségű, jó ízű hal volt. Kemény és leves volt a húsa, mint a marhahús vagy a disznóhús, csak nem volt vörös. 2 óra hosszat vitorlázott itt csöndesen, hazafelé, hátradőlve a tatnak. Olykor-olykor elrágott néhány falatot a marlinusából. Igyekezett kipihenni magát és erőt gyűjteni. 2 óra hosszat vitorlázott már így, amikor megpillantotta az elsőt a 2 új cápa közül. Az öreg halász megrögzítette a kormányrodat és a kampóhoz kötötte a vitorlája kötelét. Aztán felemelte az evezőt a rákötözött késsel. Olyan óvatosan fogta meg, amilyen óvatosan csak tudta, mert a 2 keze élesen belesajdult az érintésre. Kinyitotta 2 markát, aztán óvatosan megint rácsukta az evező nyelére, hogy lazítson egy kicsit a fogásán. Végül erélyesen megszorította, hogy a 2 keze szokjon hozzá a fájdalomhoz, és ne tétovázzanak majd, aztán a közeledő cápákat figyelte megint. Most már tisztán látta a széles, lapos, lapátformájú fejüket, meg a fehér végű nagy melső uszonyaikat. Az egyikük fordult egyet, és eltűnt a csónak alatt, s az öreg halász érezte a csónak rázkódását, ahogy a cápa tépni, marcangolni kezdte a halat odalent. A másik egy ideig figyelte a halászt a sárga mandulavágású szemével, aztán sebesen odaúszott, és kitátotta félkör alakú száját, hogy beleharapjon a halba azon a helyen, ahol már csonka volt. A barna feje búbján és a hátán jól látszott a gerincagyat és az agyvelőt összekötő vonal, és az öreg halász belevágta az evezőre kötött kést ebbe a vonalba, kihúzta is, újra lecsapott vele, bele a cápa sárga, macskaszerű szemébe. A cápa elengedte a halat, lecsúszott róla, merülni kezdett, de kimulás közben még lenyelte, amit kiharapott a halból.
A csónak még egyre remegett, ahogy a másik cápa marcangolta alatta a halat. Az öreg halász kioldotta át a vitorlakötelet, hogy keresztbe fordítsa a csónakot és kihozza alóla a cápát. Amikor megpillantotta a cápát, kihajolt a csónakból és lecsapott rá. De csak a testét találta el valahol, s a bőre olyan kemény volt, hogy alig ment bele a kés. A mozdulattól most nem csak a két keze fájdult meg, hanem a válla is. De a cápa gyorsan jött felfelé a vízből, magasra tartva a fejét, s amikor kibukkant az orra és nekiesett a halnak, Santiago belevágta a kést keresztbe, a lapos homlok a kellős közepébe. Aztán kirántotta a kést, és még egyszer lecsapott rá pontosan ugyanoda. De a cápa nem eresztette el a halat. Csukott szájjal fogta, úgyhogy az öreg halász beledöfött a bal szemébe. A cápa még mindig nem mozdult. Nem, mondta az öreg, és beleszúrta a kést az agyveleje és a hátgerince közé. Könnyen ment, s érezte, ahogy a porcok szétválnak. Az öreg halász most fordított egyet az evezőn, és bedugta a lapátját a cápa szájába, hogy kinyissa vele. Megcsavarta a lapátot, s amikor a cápa levált a halról, így szólt. Metsz, süllyedj le a tenger fenekére. Eredj, keresd meg a barátodat. Vagy lehet, hogy az anyád volt. Az öreg halász megtörülgette a kését, és letette az evezőt. Aztán megkereste a vitorlakötelet, behúzta, s a csónakot megint délnyugat felé irányította, ahogy a vitorla feszülni kezdett. Letépték legalább a negyed részét, ráadásul a javát. Bárcsak inkább álom lett volna az egész, és sohasem fogtam volna ezt a nagy halat. Ne haragudjál, te nagy hal! Sajnálom a dolgot. Ez így mindent elrontott. Nem kellett volna olyan messzire kimennem a tengerre. Neked is jobb lett volna, nekem is. Bocsáss meg, nagy hal. Jó volna, ha lenne egy fenőkövem megfenni a kést. Hozhattam volna egy fenőkövet. Sok mindent hozhattál volna, de hát nem hoztál, öreg. Most ne azon tanakodjál, hogy mit nincs. Azon törd a fejed, hogy mihez tudsz fogni azzal, amit van. Olyan hal volt ez, hogy megélt volna belőle az ember egészen tavaszig. De ne tépelődjél most ezen. Csak pihenj szépen is. Ügyelj a kezedre, hogy megvédelmezhesd, ami még megmarad belőle. Áztasd csak a két kezedet. Hogy vérszagot árasztanak a vízbe, az most már nem sokat számít a hal rengeteg elfolyt vére mellett. Különben sem érzik nagyon az egyik kezem sem. A sebek nem fontosak. A vérzés talán jót tesz a bal kezemnek, és nem kap majd görcsöt. Mire gondolhatnék most? Semmire. Semmire sem szabad gondolnom, mert várnom kell a következő cápákat. Bárcsak igazán álom lett volna. Mert ki tudja. Jól is végződhetett volna a dolog. A következő cápa egyedül jött. Úgy érkezett, ahogy a disznó érkezik a vájúhoz. Csak éppen a disznónak nincsen akkora nagy szája, hogy az ember feje is beleférne. Az öreg halász megvárta, amíg beleharap a halba, aztán rácsapott az evezőre kötött késsel, belehasított vele az agyába. A cápa azonban hátrafelé henteredett, amikor felfordult, és a késpengéje eltört. Az öreg halász visszaült a kormányhoz. Még ahhoz sem volt kedve, hogy végignézze a cápa lassú elmerülését, ahogy egyre kisebb lesz a vízben. Először életnagyságúnak látszik, aztán kisebbnek, végül pedig egészen parányinak. Ez a látvány mindig lenyűgözte az öreget. Szerette nézni, de most oda sem nézett. Hát, most elbántak, hanem. Ahhoz már igazán öreg vagyok, hogy bottal verjem agyon a cápákat. De azért nem hagyom magam, amíg megvan a két evezőm, meg a kis botom, meg a kormányrudam. Megint belógatta a két kezét a vízbe, hogy áztassa őket.
Már késő délutánra járt, és csak a tengert látta meg az eget. A szél erősebben fújt, mint eddig. Santiago remélte, hogy nem sokára meglátja majd a partot. Elfáradtál, öreg. Belülről fáradtál le. A cápák csak alkonyatkor támadták meg újra, éppen mielőtt leszállt a nap. Az öreg halász meglátta a közeledő barna uszonyaikat a széles csapáson, amit a halvére maga után hagyott a vízben. Megrögzítette a kormányrudat, megkötötte a vitorlakötelét, és benyúlt a csónak tatja alá a botjáért. Egy evezőnek a nyele volt ez valaha. Egy törött evezőről fűrészelték le, a hossza nem volt több 3-4 arasznál. Csak félkézzel lehetett jól megfogni, mert rajta volt az evező nyíl vége. Santiago a jobb kezébe fogta. Jól megmarkolta és várta a cápákat. A két cápa egyszerre ért oda, és amikor a közelebb eső kitátotta a száját és belemart a hal ezüstös oldalába, Santiago magasra emelte a botot, és keményen lecsapott vele a cápa széles koponyájára, hogy csak úgy csattant. Érezte a boton a cápa bőrének ruganyos keménységét, de érezte a csont merevségét is, és még egyszer rávágott keményen az orrahegyére, ahogy a cápa lecsúszott a halról. A másik cápa közben megint elúszott, és most újra visszafordult, szélesre tátott pofával. Az öreg halász látta a szája szögletéből lepergő halcafatokat, ahogy újra beleharapott a nagy halba. Lesújtott rá, de csak a fejét találta el. A cápa ránézett, és kitépte a falatot a halból, csavarintva egyet a fejével. Az öreg halász még egyet vágott rá a bottal, ahogy a cápa odébb csusszant, hogy lenyelje a falatot, de most is csak a bőr ruganyos szilárdságát érezte a boton. A cápa villámsebesen visszafordult, s az öreg halász fejbe vágta, amikor ráharapott a halra. Most jól eltalálta, és magasról csapott le rá, amilyen magasra csak fel tudta emelni a botot. Most érezte a cápa koponya csontját, s még egyszer rávágott ugyanarra a helyre, miközben a cápa lomhán kitépte a halból a falatot, és csúszni kezdett lefelé róla. Arra nem számíthatok, hogy megöltem őket. Valaha régen azt is meg tudtam volna tenni. De csúnyán megsebesült mind a kettő, megkapták a magukét, s egyikük sem érezheti nagyon jól magát. Ha lenne egy jó botom, amit két kézre foghatnék, akkor az elsőt biztosan nagyon tudtam volna csapni. Még most, vénségemre is. Nem sokára besötétedik. Akkor majd meglátom, ha vanna fényeit az ég alján. Ha nagyon elsodródtam keletnek, akkor valamelyik új fürdőhely fényét látom meg. Nem lehetek már nagyon messze a parttól. Remélem, senki sem aggódott nagyon értem. Persze, csak a fiú nyugtalankodhatott miattam. De tudom, hogy bízik bennem. Az öregebb halászok közül biztosan sokan aggódnak miattam. Meg a többiek közül is sokan. Jó emberek laknak a faluban. Te, fél hal. Te, volt hal. Sajnálom, hogy túl messzire kimentem a tengerre. Mind a ketten ráfizettünk. De legalább megöltünk sok-sok cápát, mi ketten, te meg én, s néhánynak elláttuk a baját. Te vajon hány cápát öltél meg életedben, öreg hal? Arra való a hegyes ormányod, hogy használd is. Le kellett volna vágnom a kardját, hogy harcoljak vele. Milyen nagyszerű fegyverem lenne. Akkor közösen harcolnánk a cápák ellen. Mihez kezdek most, ha megtámadnak éjszaka? Mit évő leszek? Verekszem majd velük. Verekszem, amíg meg nem hallok. De most, hogy besötétedett, és semmi fény, semmi parti derengés nem látszott, és csak a szélzúgását hallotta, ahogy kitartóan dagasztotta a vitorláját, most úgy érezte, hogy talán már meg is halt. Összetette a két kezét, és megtapogatta a tenyerét. A keze élt. Elég volt kinyitni és becsukni a markát, hogy érezze benne az eleven fájdalmat. Neki nyomta a hátát a csónak farának, és már is tudta, hogy nem halt meg. A válla elárulta neki.
A csónak farában ült, kormányzott, figyelte az ég alját, hogy látszik-e már a város fénye. A fele még megvan. Hát, ha lesz annyi szerencsém, hogy az előső felét sikerül hazavinnem. Nem ártana már egy kis szerencse, megérdemelném. Nem! Nem érdemled meg, mert kihívtad a sorsot magad ellen, amikor olyan messzire kimentél a tengerre. Ne szamárkodj, ügyelj a kormányra és maradj ébren. Még sok szerencsében lehet részed. Szívesen megfizetnék érte, ha tudnám, hogy hol lehet megvásárolni. De mivel fizethetnék meg érte? Megvásárolhatom vajon a szerencsét egy elveszett szigony, egy kettétört kés és két tönkretett kéz árán? Talán. Hiszen 84 napi eredménytelen halászat árán akartad megvásárolni, és majdnem megkaptad ezen az áron. Nem szabad ilyen ostobaságokon jártatni az eszem. A szerencse mindenféle alakot ölthet, és ki ismeri fel, ha szembe találja magát vele. De azért elfogadnám akármiféle alakban, és megadnám az árát, akármit is kérnek érte. Szeretném már látni a város fényét az ég alján. Túl sok a kívánságom. Körülbelül este 10 lehetett, amikor megpillantotta a város lámpáinak az ég alján visszaverődő tompa derengését. Rákormányozta a csónakot a fény irányára, és arra gondolt, hogy most már hamarosan odaér az áramlat szélére. Fájt, sajgott minden tagja, elgémberedett, megmerevedett az agyongyötör teste, égtek a sebei, fázott a hideg éjszakában. Remélem, nem kell újra harcolnom velük. Csak annyit remélek, hogy ne kelljen újra harcolnom velük. De éjfélkor már újra harcolt velük, és ezúttal azt is tudta, hogy hiába való a küzdelem. Falkában jöttek, és csak a csíkokat látta a vizen, amit az uszonyuk vágott, meg a csillámlásokat, ahogy nekiestek a halnak. Csapkodta a fejüket, hallotta a fogaik csattanását, meg a csónak rázkódását az alulról támadók tülekedésétől. Elkeseredetten kaszabolta őket, vaktában, csak a hangok meg a mozgás irányában csapkodott, aztán érezte, hogy valami megragadja a botot, és kirántja a kezéből. Kihúzta a kormányrudat a helyéről, két kézre fogta, és azzal kezdte csépelni, verni őket, újra meg újra lesújtott vele. De most már a csónak orránál jártak, s jöttek vissza egymás után, meg csapatostul is, tépték ki a halhusát, s a cafatok tompán fehér lettek a vízben, ahogy vissza-vissza fordultak újabb támadásra. Aztán az egyik végül a hal fejét támadta meg, és Santiago tudta, hogy ezzel be is fejeződött, nincs tovább. Lesújtott a kormányruddal a cápa fejére, ahol a foga beleakadt a hal kemény fejbőrébe, amelyet nem tudott átharapni. Lecsapott rá másodszor is, harmadszor is. Hallotta, mint a kormányrúd elrepett, s a kettétört rúd kezében maradt felét beledöfte a cápába. Érezte, hogy beleszúródik, s még egyet döfött rajta, mert tudta, hogy hegyes, szilánkos a rúd vége. A cápa elengedte a halat, és hengergette egyet a vízben. Ez volt az utolsó cápa a falkából, a többiek már nem jöttek vissza. Már nem volt mit enni ők a halon. Az öreg halász fuldokolva lélegzett, és valamilyen szokatlan ízt érzett a szájában. Fémes, édes kis ízt, s egy pillanatra meg is ijedt tőle. De nem volt sok az egész. Köpött egyet a tengerbe, és azt mondta. Edd meg ezt is! Egyétek meg! És álmodjátok azt, hogy megöltetek egy embert! Tisztában volt vele, hogy végérvényesen és jóvá tehetetlenül vereséget szenvedett. Hátrament a csónak farába, megpróbálta visszatenni a helyére a kormányrudat, és látta, hogy a lerepet vége egészen jól beleillik a nyílásba, s tud majd vele kormányozni. Vállára terítette a zsákot, és a partnak irányította a csónakot. Könnyedén, sebesen vitte őt most már a szél, semmire sem gondolt, semmit sem érzett. A világon semmit. Már túl volt mindenen, és csak azzal törődött, hogy minél okosabban,
minél ügyesebben hazavitorlázon a kis csónakján. Éjszaka még megtámadták a cápák a hal csontvázát, mint ahogy morzsákat szedeget az ember az abroszról. Az öreg ügyet sem vetett rájuk. Ügyet sem vetett semmire, csak a kormányzással törődött. De azt észrevette, hogy most milyen könnyen, milyen gyorsan halad a csónak, miután megszabadult a melléje kötözött nagy tehertől. Derék csónak, épp, egészséges, jó kis hajó, nincs semmi baja, csak a kormány rúdja tört el. Azt könnyűszerrel helyre lehet hozni. Érezte, hogy belekerült az áramlatba, és látta végig a part mentén a parti települések lámpáit. Most már pontosan tudta, hogy hol jár, s hogy most már nem sokára hazaér. A szél, ez minden esetre jó barátunk, bár nem mindig. Meg a nagy óceán, a barátainkkal és az ellenségeinkkel. Meg az ágy. Az ágy, ez én jó barátom. Csak az ágy. Nagyszerű dolog lesz az ágy. Milyen könnyű, ha vereséget szenvedett az ember. Nem is képzeltem, hogy ilyen könnyű dolog. De kitől? Mitől szenvedtél vereséget? Semmitől. Nagyon messzire kimentem a tengerre. Mikor befutott a kis kikötőbe, fent a kertvendéglőben sehol sem égtek a lámpák, és tudta, hogy mindenki alszik már. A szél szakadatlanul erősödött, de a kikötőben mégis nyugodt volt a víz, s Santiago felhajózott egészen a kis kavicsos partig a sziklák alatt. Nem volt, aki segítsen neki, felfutott hát a partra a csónakkal, amennyire csak tudott. Aztán kiszállt belőle, és kikötötte az egyik sziklához. Kiemelte az árbócot, rágöngyölte a vitorlát, megkötötte. Aztán vállára vette az árbócot, és baktatni kezdett fölfelé. Csak ekkor jött rá, hogy milyen mérhetetlenül fáradt. Megállt egy pillanatra, hátrafordult, s az utcalámpák visszatükröződő fényében megpillantotta a hal nagy farkát, amint kiemelkedett a csónak fara fölött. Látta a hal hátgerincének pucér fehér vonalát, a feje sötétlő tömegét az előreálló ormányával, s a nagy csupaszságot a feje és a farka között. Megindult, tovább kapaszkodott fölfelé, s a sziklák tetején elesett, és úgy maradt fekve az árbóccal a vállán. Megpróbált feltápászkodni. Nehéz volt, nem ment. Ülve maradt hát az árbóccal a vállán, és nézte az országutat. Egy macska haladt át az úton, messzebb, ment a dolga után, s az öreg halász figyelte egy darabig. Aztán megint csak az utat nézte. Végül letette a válláról az árbócot, és felállt. Felemelte az árbócot, vállára vette, nekivágott az országútnak. Még ötször kellett leülnie, mielőtt odaért volna a kunyhójához. Bement a kunyhóba, neki támasztotta a falnak az árbócot. Talált egy üveg vizet a sötétben, és ivott egyet. Aztán lefeküdt az ágyára. Felhúzta a pokrócot a válláig, aztán betakarta vele a hátát és a lábát is. S arcra borulva az újságpapírokon, kinyújtott kézzel, felfelé fordítva a két tenyerét, elaludt. Aludt, amikor másnap reggel benézett hozzá a fiú a nyitott ajtón. Olyan erős szél fújt, hogy a halászhajók nem szálltak tengerre, s a fiú későn ébredt, aztán átjött az öreg halász kunyhójához, ahogy minden reggel átjött hozzá. Látta, hogy az öreg csöndesen lélegzik. Aztán meglátta az öreg két kezét, és sírva fakadt. Csöndesen, óvatosan kilépdelt, hogy lemenjen kávét hozni neki, és végig sírta az egész utat. A kis csónak körül sok halász ácsorgott. Nézték, hogy mi van hozzá kötve az oldalához, és az egyikük feltűrt nadrágszárral lépegetett a vízben, és egy darab zsinórral méricskélte a csontvázat. Hogy van az öreg? Kiáltott felé az egyik halász. Alszik!
Kiabálta vissza a fiú, nem törődött vele, ha meg is látják rajta, hogy sírt. Ne háborgassátok most! Bement a kert vendéglőbe, és egy adag kávét kért. Felvitte a kávét a forró bádogedényben az öreg halász kunyhójába, és ott üldögélt mellette, amíg föl nem ébredt. Egyszer már azt hitte, fel fog ébredni. De az öreg visszamerült mély álmába, s a fiú átment a szemközti házba, hogy kérjen egy kis gyújtóst, amivel meg tudja melegíteni a kávét. Végül felébredt az öreg. Maradj fekve, Santiago, idd meg ezt. Töltött egy kis kávét a poharába. Az öreg halász elvette a poharat és kiitta. Legyőztek, Manolin. Alaposan legyőztek. Ő nem győzött le, a hal nem. Az igaz, a hal nem, csak később. Pedrico elintézi a csónakot meg a szerszámokat. Mi legyen a hal fejével? Hadd vagdossa fel Pedrico, ha kell neki a hal csapdákhoz. És a hal ormányával mi legyen? Tiéd lehet, ha akarod. Akarom. Na, most további terveket kell csinálnunk. Kerestettek? Hát persze, a parti őrmotorosokkal is, meg repülőgépekkel is. A tenger nagy, a csónakom meg kicsi, alig lehet látni a vizen. Kellettél volna. Mit fogtál? Egyet az első nap, egyet a második nap, és kettőt a harmadik nap. Jó van. Most már ezentúl megint együtt halászunk majd. Nem, nem. Nekem nincs szerencsém. Már elhagyott a szerencse örökre. Egye meg a fene a szerencsét, majd hozok én szerencsét. De mit szólnak hozzá a szüleid? Bánom is én, tegnap két halat fogtam. Ezentúl veled halászok megint, Santiago, mert még nagyon sokat kell tanulnom. Szereznünk kell egy jó szúrós lándzsát, és magunkkal kell vinnünk mindig. A pengéjét megcsinálhatjuk egy ócska fordrugójából. Éles legyen is. Úgy kell megedzeni, hogy el ne törjön. A késem eltört. Mindent elintézek. Csak gyógyíts meg a kezed, öreg. Értek az ápolásához. Éjjel valami furcsát köptem, és úgy éreztem, hogy eltört a mellemben valami. Azt is gyógyíts meg. Feküdj vissza, Santiago, majd idehozom a tiszta ingedet. Meg valami ennivalót is hozok. Hozzál egy újságot. Akármilyet, amit még nem láttam, amióta elmentem. Igyekezned kell meggyógyulni, mert még nagyon sokat akarok tanulni, és te mindenre meg tudsz tanítani. Sokat szenvedtél? Eleget. Hozom az ennivalót meg az újságokat. Pihent ki magad, jól öreg. Hozok majd valami gyógyszert a kezedre a patikából. Ne felejts el szólni Pedricónak, hogy a fej az övé. Nem, nem felejtem el. A fiú kiment a kunyhóból, s ahogy ballagott lefelé az országút kitaposott korálszikla kövein, megint sírt. Aznap délután egy kiránduló társaság érkezett a kert vendéglőbe, s ahogy nézelődtek, nézték a tengert, az egyik nő meglátott odalent a vizenúszó ócska söröskannák és döglött barakkúdák között egy nagy, hosszú, fehér csontvázat hatalmas farokkal a végén, amint az ár himbálgatta és emelgette, míg a keleti szél álhatatosan korbácsolta a tengert a kikötőből bejáratán túl. Mi az ott? Tiburon, hadarta a pincér. Cápa. Azt akarta megmagyarázni, hogy mi történt. Nem is tudtam, hogy a cápáknak ilyen szép mutatós formájú farkuk van, mondta a nő. Én sem tudtam, mondta a férfi, aki vele volt. Fent, az út mentén a kunyhójában az öreg halász ekkor már újra aludt. Még mindig arcra borulva aludt, s a fiú megint ott ült mellette és virrasztotta. Oroszlánokról álmodott az öreg. Thank you.
Figyelem! Szintetikus hang következik. Üdvözöllek, szép napot! E-mail címem parkereső.prozak@gmail.com. Webhely parkereső_prozak.blogspot.com. Talán egyedülálló vagy, és párkapcsolati státuszodat időben rendezni szeretnéd. Sokan különféle okok miatt egyedülállóként élik mindennapjaikat, közülük valaki számára mencsvárat tudnék nyújtani. Üzenj részemre, és ismerjük meg egymást, vagy csupán cseréljünk hasznos információkat, esetleg pusztán szórakoztassuk egymást. Olyan embert keresek, akivel egy összetartó párost alkothatnánk. Ha átmenetileg nincs ötleted, megelégszem e-mail címmel is, és igyekszem elindítani üzenetváltásunkat, ami egy barátság és párkapcsolat kezdete lehet. Szívesen veszem séta, kiránduló, szabadidő partner jelentkezését is. E-mailben vagy PM-ben tudjuk fölvenni a kapcsolatot vagy bármely csevegő platformon. Egészségtudatos, gyermektelen emberrel barátkoznék, ismerkednék hosszú távú párkapcsolat reményében. További hangos könyvekért, novellákért, versekért és egyéb információkért látogass el a kapcsolódó blogra vagy az onnét elérhető Facebook, Instagram oldalakra. Készségesen válaszolok a felmerülő kérdéseidre e-mailben a megadott címen, bármely csevegő platformon, vagy a következő blogon, ahol a mindenkori aktuális párkapcsolati állapotomról is tájékozódhatsz, valamint kapcsolatfelvételi szándékodat anonim módon is jelezheted a levélboríték ikon melletti üzenő alkalmazás segítségével, parkereső_prozak.blogspot.com. Ezen videó, a kapcsolódó blog és az onnan elérhető Facebook, Instagram oldal megosztásával, ajánlásával szintén segíthetsz párt találnom. Egyszerűen oszd meg Facebookon, vagy ajánld ismerőseidnek e-mailben. Köszönöm! Ha felkeltettem érdeklődésed, további információkat olvashatsz rólam itt, pastelink.net/párkereső. E-mail címem még egyszer, parkereső.prozak@gmail.com. Kapcsolódó webhely, ami további hangos könyvek, novellák és versek lelőhelye, parkereső_prozak.blogspot.com. Köszönöm, hogy meghallgattad társkereső hirdetésem, további szép napot kívánok!